Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Szorító Podcast 179. adása. Én Bárt vagyok, és itt van velem a doktor is. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit egy újabb Pirkó hétvége után, amiben volt NXT TakeOver és WWE PPV egyaránt. Viszont elővesszük a klasszikus podcast formátumot, amit nagyon régóta nem használtunk, és kérdéssel kezdjük az első, mert kaptunk egy nagyon érdekes kérdést a live alá megjegyzésként Takács Barnabástól, hogy hello, nagyon jók a podcastek, mindig meghallgatom őket, köszönjük, hogy meghallgatod. Egy olyan kérdésem, javaslatom lenne, hogy terveztek olyat csinálni jövőben, hogy elemzitek a Raw per SmackDown rostert, és elmondjátok, hogy szerintetek kiben van még egy vagy több World Title futás. Ha úgy tetszik, akkor ne az egész rostert, csak az olyanokat, akik már a karrierjük végéhez közelednek, ez nem pont azt jelenti, hogy két hét és akkor visszavonulnak, hanem már 40 felett vannak, és közelednek a 40-hez. Úgy gondoltuk a doktor, hogy a kérdés második fele az, ami így rövid kérdésbe belefér, hogy ki az, aki 40 vagy 40 környékén van, és belefér-e még egy World Title futás. Így amikor elkezdünk róla beszélgetni, akkor én mondtam, hogy hát nem nagyon tudom, hogy ki lenne az. Aztán elkezdtük dobálni a neveket, és jött volna egy tucat. Igen, meglepően sok ember van a WWE rosterén, aki már közeledik a 40-hez, tehát ilyen 38-39 éves, vagy pár évvel túl is van azon, és közülük mindjárt az ére kimádkozik, az az AJ Styles, akinek a neve ugye eszedbe se jutott, pontosan azért, mert olyan magas színvonalat képvisel. Így van, ugye Styles ugye gyakorlatilag idén volt 40, vagy 41? Styles kérlek szépen 42 éves. 42. Szóval abszolút nem gondolnád, hogy Styles már itt tart a karrierjében, de Stylesnak már kevesebb meccse van hátra a karrierjéből, mint amennyit lebirkózott. Szóval azért őt mindenképpen meg kell említeni, hogy szerintem Styles mindenképp kap majd még valószínűleg egy komolyabb futást. Főleg most ugye, hogy Raw spoilerek alapján ugye elvesztette a United States Championship-et a jó Rey Mysterio ellen. Én benne még bármikor látom azt, hogy föl lehet küldeni őt a main eventbe, bár én veled ellentétben nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez így is lesz, tehát azért neki volt több hosszú bajnoki uralma is, most az utóbbi időben a midcardra pozícionálták őt, hogy ott dolgozzon fiatalokkal, vagy midcard körül, de a képességeiben, illetve a pályafutásából hátralévő ablakban ez még mindenképpen benne van. Akkor ugye ott van a másik úriember, aki pont szóba került, ugye Mysterio, aki gyakorlatilag így megkapta a címet, még ha nem is a világbajnoki címet, hanem gyakorlatilag ugye a United States Championship-et. Mysteriót nem gondolnám, hogy neki benne lenne még a fő címmel való futás. Szerintem a WWE annyira nem bízik már Mysterio térdeiben, meg semmiében, hogy a komolyabb címet rábízná. Egyébként sincs hosszú távú szerződése. Tehát ő tavaly 2 évre írt alá, amikor visszajött. Persze ezt bármikor meg lehet hosszabbítani, nyilván, de Mysterióban én sem hiszem, hogy ilyen téren gondolkodnának. Szintén 40 fölött van Bobby Lashley, aki ugye nagyon régóta lobbizik már egy meccsért Brock Lesnar ellen, ami szerinte a legjobb dolog lenne a szeletelt kenyér óta. Hogyha már ugye világbajnoki címmeccsekről beszélünk, mert ugye Lesnar megint sajátította magának az egyik követ. Nem. Lashley tökéletesen jó helyen van ott a Rusev-es fűddal, neki az való, az ilyen... Lashley ne kapjon nem. Címet. Nem, Lashleynek olyan feud lenne való, ahol nem kellene előadóként funkcionálnia. Jó, de az ebben a környezetben azért nem nagyon működik, fogalmazzunk úgy. Érdekes név lehet még, aki nem nyert korábban bajnoki címet, és 40 éves, Samoa Joe. Igen. Igen, Joe, aki szintén folyamatosan sérülésekkel küzdik, ugye most éppen eltörött a hüvelykujja, és azért van... És éppen ezért kipróbálták Raw kommentátorként, amely szerepkörében komoly elismeréseket gyűjtött be. Emlékszel, amikor Punknak volt a sérülés, és Punkot ültették le a kommentátorállásba? Az is ugyanilyen hangulatom volt. Igaz, pár évvel idősebb Joe ahhoz képest, de az, nekem az jutott eszembe, mikor ugye Punk így beült kb. Kommentálni. Mert a beszédstílusok ugyanaz!
Állítólag a belső vélemények szerint Joe konkrétan messze felülmúlta azt a Dio Maddint, aki a Raw állandó kommentátora lenne, csak ugye most már hetek óta próbálja sellingelni Brock Lesnarnak a támadását, amikor ugye elküldte őt egy F5-val a kommentátor asztalra. Én megmondom őszintén, nem gondolom azt, hogy Joe-ból világbajnokot csinálnának. Hogyha akartak volna, akkor már megtették volna az AJ Styles-os feud közben, és ahogy mostanában pozícionálják, az már inkább egy veterán, ami a karrierje után következő lehetőségeket keresi. Igen, abszolút úgy érzem én is Joe-nál, hogy ugye elküldtük a backstage-be is beszélni, leültettük valamelyik PPV-nek a panelja beszélni, mi az a pre-show paneljébe. Szóval igen, most Joe-t éppen próbáljuk pozícionálni, hogy hol tudjuk használni, miután visszavonult. Igen, sajnos. Szintén a korban már előre haladott állapotúak közé kerül a 39 éves Daniel Bryan. Így van. Azért gondoljatok bele, hogy Bryan is már majdnem 20 éve birkózik. Szóval Bryan is benne van aztán abszolút a mondjuk úgy, hogy a bump számlán már azért elég sokat kifizetett. Bocsánat, 38, jövőre májusban tölti be a 39-et. Jó. Szóval gondoljatok bele, hogy azért, és mondjuk Bryannél abszolút úgy érzem, hogy ez ajándékidő már, ugye ahhoz képest, ugye, amit számoltunk vele pár évvel korábban, de a Bryan státuszából kifolyólag szerintem Bryanre még vissza fogják rakni az övet. Igen, szerintem Brianben benne van, tehát hogyha ő még ezt a pár évet végig tudja birkózni az WWE-ben, akkor kifejezetten meglepne, hogyha ő nem lenne még világbajnok valamilyen formációban. Igen. Tehát azért sokan már azt se gondoltuk, hogy még egyszer vissza fog kerülni rá az öv, amikor visszatért a sérüléséből, és aztán tessék, egy heel karakterrel volt kiváló bajnok, ugye a bolygó kapitánya bajnok, amit egyébként személy szerint imádtam. Igen. Bryannel kapcsolatban, mint sztorit, mint karaktert. Szerintem Bryant most ugye, hogy a spoilerként az adás további részére, ugye gyakorlatilag visszahozta a face karaktert ugye a Survivorre. Szóval, hogy Bryan még faceként szerintem meg fogják tenni világbajnoknak, mert az jót tesz az üzletnek. Good for the business, ugye. Még egy érdekes név, ami felmerülhet, az Randy Orton, aki 40 lesz konkrétan jövő tavasszal. Hát, az egy jó kérdés. A WWE és Orton viszonya, ugye tudjuk, hogy milyen, hogy Orton kb. Amikor baj van, mindig előveszi a WWE. Csak ugye látjuk, hogy Orton milyen kedvel birkózik általában, amikor a WWE előveszi, még akkor is, ha éppen heelként kéne birkóznia. Most pedig ugye megint a Raw spoilerek alapján ugye Randy éppen face turnöl de facto. Szóval, nem tudom. Ha ilyen nagyon nagy baj van, akkor lehet, hogy rá fogják rakni. Mert biztonsági játékból Randy mindig ott van. Hát ugye most írta alá az új 5 éves szerződését novemberben, tehát idő az bőven van rá, hogy őt újra elővegyék. Ami viszont érdekes, hogy ugye volt Corey Graves-nek a podcastjében, az After the Bell-ben Orton vendég, talán a múlt héten, és ott már egyre többször ejtett el arra vonatkozó megjegyzéseket, hogy ő a mostani szerepében inkább a fiatalokkal dolgozik, és a fiatalokkal dolgozna. Igen, de ezt már mondja évek óta Orton, hogy a fiatalokkal szeretne dolgozni. Azok majd dolgoznak helyette, tudod? Igen, persze. Azok a pici kis törpék tudnak bumpolni nekem. Meg jól néz ki, amikor RKO-t adok nekik. Orton egyébként ugye évek óta azt mondogatja, amit most ugye megint elvettek tőle, mert a jó ember visszament az NXT-be, hogy ő Balorral akar feudolni. Igen. Igen. De egyébként is Orton most nagyon azt kommunikálja, hogy ő inkább a pályafutásának ezen a szakaszában a fiatalokkal dolgozna, és ez nem feltétlenül a bajnoki övet jelenti, de Orton státusza, világ rangja miatt nála is benne lehet a pakliban még egy futás szerintem. Lehet, hogy az öreg cowboy megbeszélte a fejét a fiának, hogy fiam, most már veterán vagy, már benne vagy a bizniszben, nem tudom hány éve, most már ez a szereped. Orton meg, oké, apa. Ettől függetlenül én nálam esélyesnek igen. Látom ezt. Szóval hogyha, tényleg, amikor én abszolút abban a szenárióban, hogyha valamik nagyon nagy gebasz van, szóval mondjuk valaki megsérül, vagy valami, akkor az, hogy a go back to emberünk az Orton lesz. Vannak még ezen kívül is veteránok a rosteren, tehát igazából Kofi is már 38 éves, aki ugye az idén volt világbajnok, megmondom őszintén, nem látok sok esélyt arra, hogy ő még visszakapná az övet. Én a max azt, hogy teget vagy izét kap megint, vagy midcardot, az mindig benne van a pakliba. Mert tényleg a jó munkás ember definíciója az a jó Kofi.
Sheamus is öreg, 41 éves, de hát nála ugye a visszatérése is erősen kérdéses volt. Bár most állítólag ugye, miatt. Állítólag most kapott egy nagyon jó agyrázkódást, amikor vissza akar térni, szóval Sheamus megint sideline-on van kicsit. Kiváló. Ja. Szóval Sheamusnél ez jó kérdés, és azért ő is benne van a korban tényleg. Ja, nem, az áprilisban történt az agyrázkódás. Áprilisban volt? Igen. Amikor legutóbb távozott. Ja, és azért ment el megműteni a nyakát. Vagy megnézetni, vagy mi az Isten csinálni. És akkor derült ki, hogy szarállapotban van az egész. Na mindegy. Hát az már korábban kiderült, hogy szarállapotban van. Jó, csak most még szarabb. De hogy még szarabb állapotban van, mint gondolták. Jó, de cserébe meg felgyúrta magát iszonyúan. Az tény. Jó, Sheamus. Ott van Jeff Hardy, aki ugye folyamatosan összeütközésbe kerül a törvénnyel, és szintén 42 éves, és egyébként jövőre lejár a szerződése. Igen. Hát Hardyt nem hinném, hogy akármennyire szereti a WWE Hardyt, mert rengeteg mörcsöt ad el, nem hiszem, hogy ez most nagyon működőképes lenne az ő esetében. Akkor ott van a jó Matt, aki épp tegnap, épp a Rón tért vissza. És gyorsan veszített is. Szóval nála sem tartanám esélyesnek, abszolút. Nem, szerintem igazából, aki még ezeken kívül van veterán, az olyan, hogy igazából fölösleges is megemlíteni, mert közelében nincs kárd alapján. Tehát most ilyen Shelton Benjaminokat előhozhatunk, csak nincs értelme. Abszolút. Vagy éppen le van nyilatkozva, hogy kb. Félig visszavonult, mint Big Show, ugye? Persze. Kb. Ezt tudjuk mondani, srácok, hogy ezek az emberek, akik egyáltalán közelében vannak annak, hogy bajnoki címet kapjanak. Hát, vagy akit egyáltalán érdemes megemlíteni, mert nem tűnünk teljesen hülyének tőle. Ugye? Yep. Egyébként majd úgy gondoltam, hogy fogok egy kicsit statisztikázni, mert ez így gyerekkoromból rajtam maradt, hogy néha szeretek ezzel foglalkozni. Szeretném majd megcsinálni azt, hogy a rostereknek megnézem az átlag életkorát, férfi és női mezőnyöknek egyaránt, és megnézem azt, ki szépen kírom magamnak, hogy ki hány éves. Mm. Hogy lássak egy kis képet, mert egyébként engem is meglepett egy kicsit az, hogy bizonyos birkózók idősebbek, mint gondolnánk. Ugye Ziggler is basszus 39 éves. Igen. Azt is néztem. Ki a franc gondolná, hogy Ziggler már 39 éves? Ilyenkor jut mindig az ember eszébe az, hogy hú, gyerekek, öregek vagyunk. Igen, srácok, ugye ezek a birkózók akkor voltak ugye 29, 28, 27 évesek, amikor ugye elkezdtünk erről beszélni kb. Azóta szépen elszaladt mellettünk egy évtized. Ja, igen. Úgyhogy ez sajnos ilyen az élet. Hát na. Gyakorlatilag így is ugye megéltünk, mert gyakorlatilag egy teljes generációváltást, ugye megnézel egy 10 évvel ezelőtti WrestleMania kárdot, meg a mostanit, hát így is föld a kettő. Vagy akár egy 5 évvel ezelőttit is. Ez így is van rendjén. Jó, akkor erről ennyit, és akkor menjünk át a szombatra. Mert Takeover War Games. You want to know who's next, eh? Oh no. You're next. És akkor folytassuk a War Games-szel, ha már a gimmickje az egész PPV-nek ez, és kaptunk egy nagyon-nagyon rövid PPV-t. 2,5 óra, mint a klasszikus takeoverek, és egyébként ennyi untig elég volt, kifejezetten felüdülésnek számított a ménkő hosszú WWE és a szintén ménkő hosszú All Elite Wrestling PPV-k között. Igen, abszolút úgy éreztem én is, hogy ez egy üde színfoltja a palettának. És nem is nagyon szórakoztunk avval, hogy hogyan bukoljuk az egészet, mert gyakorlatilag bedobtuk a mély vízbe a közönséget, ugye a női Wargames meccsel. Hát nagyon nem lehetett más csinálni, mert a két Wargames-t mindenképpen el kellett választani egymástól időben, és tekintve, hogy összesen 4 meccs volt a kárdon, ez szerintem az egyetlen lehetőség Igen. volt, ami nyitva állt a WWE előtt. Hát vagy többet hagyjuk birkózni, mondjuk Balorékat, ami nem biztos, hogy jó ötletet volna. Nem, kezdtük ugye a női mérkőzéssel, a Team Ripley kontra a Team Baszlerrel, ahol ugye egy kis változás történt az előműsoron a felállásokban, mivel Mia Yimet, a Ripley csapat egyik tagját valaki megtámadta, és az eredetileg visszautasított Dakota Kai vette át így a helyét, aminek később még komoly jelentősége lesz a mérkőzés szempontjából. Ugye a legutolsó adásban kifejezetten dicsértem az NXT női mezőnyét, tehát én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez a 8 ember, aki itt dolgozott ebben a feudban, 9, hogyha mindenki mást is beleveszünk, nagyon jó teljesítmény nyújtottak, és igazán érdekessé tették a dolgot, tehát ott volt a helyük bizonyos szempontból a Wargames-ben.
És egyébként egy szórakoztató mérkőzés is lett, hogyha előre szaladhatok ennyit, kivéve az elejét, amit ugye beszéltünk egymás között, hogy a Wargames meccseknek a típus hibája. Igen, úgy tűnik, hogy 2019-ben nagyon nagy probléma az, hogy 5 percig nem csinálunk semmit, csak gyömözkölünk a ketrecben. Mert rettentő hosszúnak tűnik. Ez 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, ugye, amikor a Wargames-ek mentek a WCW-be, szerintem simán belefért. Már úgyis egyszerűsítettek egy csomó mindent ahhoz képest, a Wargames-es cuccokhoz képest. De úgy tűnik, hogy ezt még szerintem vágni kéne legalább. Nem azt mondom, hogy a felére, mert 2,5 perc lehet, hogy rövid, de 3 perc lehet, hogy le kéne vágni azt a idézőjeles üres járatot az elején, amikor csak gyömözkölünk. Ugye két olyan embert küldtek be az elején a ketrecbe, Candice LeRae-t és Io Shirai-t, akinek vannak személyes viszályai egymással, mert ugye annak idején Io elárulta Candice-t, amikor éppen barátok voltak az adásban, de ennek ellenére nem nagyon tudták megtörténni tartalommal a mérkőzés elejét, tehát ezt, meg amikor bejött utána Bianca a ringbe, kifejezetten untam. Igen. És ott változott meg az egésznek a képe, amikor megjött Ripley, szuper boldogan attól, hogy hardcore-ozhat. Igen, és dobálta befelé a szemetet. Ez a csaj ugye, beteg. Igen, ugye ez is előkerült a legutolsó szorító live-ban, hogy Ripley akkor döntött el, hogy profi birkózó akar lenni, amikor Triple H beleállított Ric Flair fejébe egy csavarhúzót, és Flair szőke haját elöntötte a vér. És ez már sokat elárul Ripleynek a lelkületéről, ugye? Yep. És paraszkodott is miatt a Corinak, hogy ugye őt a női mi volt a miatt már az indiben se engedték hardcore-ozni, pedig ő nagyon szeretett volna. Hát most aztán élt a lehetőséggel, és nekiállta bedobálni a túrót a ringbe. Kislány, rossz helyen kezdtél el birkózni. Nézzél el Kelet-Európába. Vagy nem is kellene, mert kérdezd meg ugye az NXT UK-ben, hogy hívják ott. Isla Dawn-t. Kis magyarországi tapasztalatairól, igen, amikor Audrey-val birkóztak hardcore meccset a Véres November 8-on, ami egyébként kiváló volt, csak így jelzem. Továbbra is, igen. Megtekintést ajánlott. Egyébként ugyanúgy, ahogy Ripleynek a belépője kifejezetten hatásosra sikeredett ezzel a sok fegyverrel, az is kifejezetten tetszett, ahogy megjött Kaylee Ray, ugye a UK bajnok, és ő is bedobálta maga cuccait a ringbe, de amikor a közönség asztalokat követett, akkor Kaylee szépen kihúzott egyet félig a ring alól, aztán befakult a közönségnek, és visszatolta. Klasszik heel. Kiváló heel munka. Persze, ezt így kell csinálni. Klasszik heel. Gyönyörű volt, én is imádtam. És ami utána jött, az meg a legjobb volt az egész meccsben. Igen, Dakota Kai-nak a törnye, a legjobb barátnője, igen, Nox ellen. Srácok, ez a nagybetűs birkózás. Nem az, ami a ringbe megy, amikor történetet mesélnek a csajok így. És ugye, kis még plusz pont, hogy megjött Regal. Regalt mindig jól látni. Imádtam az öreg fejeit. Az mindig zseniális nála. A bohóc, ugye, ahogy önmagára szokott hivatkozni, imádtam. És ez egész jól volt megcsinálva, tényleg. Jó, mondjuk eléggé várható volt, ugye gyakorlatilag a bevezető videóban elmeséltük azt a sztorit, hogy hát igen, Dakota Kai ugye nem volt benne a meccsben eredetileg, meg minden. Várható és ettől, volt. És ettől frusztrált volt, meg sértődött igen. volt, meg igen. Egyébként Triple H a gálát követő sajtótájékoztatón le is nyilatkozta, hogy kezdettől fogva ez volt a tervük Dakotával és Tigennel. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez nem egy utólagos retcon book volt, hanem tényleg kezdettől fogva ezt így tervezték, hogy majd mi a imet kiveszik a meccsből, berakják Dakotát, és akkor ide fognak kiukadni, hogy Tigen ellen fordul. Nekem azt tetszett nagyon ebben a jelenetben, hogy Dakotától egy olyan zabolátlan agresszivitást láttunk igen. Ebben a turnben, ami baromira elvitte a hátán az egész jelenetet. Meg ugye megint, amit mindig súlykolunk a fejetekbe, hogy intenzív volt az egész. Nagyon, tehát amikor Regalnek nekiugrott, igen. akkor azért így néztem, hogy basszus. Igen. És én simán vártam azt, hogy utána bemegy még a meccsbe is, és meggyakja Reáékat is. Több lehetőség is volt, hogy Dakotával milyen utat vehetnek ebben a mérkőzésben, ugye most így ezt választották. Én tényleg azt emelném ki, hogy abszolút hihetővé tették. Nagyon jó volt. Az igen. egész törnt. Tehát nagyon-nagyon jó volt. És utána ez a hihető szó egy kicsit még előkerül, mert ugye bejött Baszler, és ennek a Hiltornek a következtében 4-2 ellen lett a ketrecben a Match Beyond, azaz a tényleges Wargames meccs, ahol már lehet pinnálni is az ellenfelet, és hát ebből ennek ellenére a babyfészek jöttek ki győztesként,
Kicsit nye, de hát na. De itt egyébként az volt a tény, hogy make Ripley look fucking strong, ugye? Igen. Ez az egész hétvégére jellemző volt, fogalmazzunk úgy. De jónak még volt egy moonsaultja a Catra ötszeteiről, mert ugye miért ne? Nem lesz abból baj, miért lenne? Soha. Há? Soha, soha, soha nem lesz belőle baj. És aztán egy kifejezetten kreatív finisht láttunk, amikor Ripley, akit a hílek meg akartak bilincselni a mérkőzés korábbi szakaszában, a Baszler finisherében lógva úgy szabadult ki, hogy összebilincselte magát Baszlerrel, és ezután adta be neki a finisherét a székekre. És ott is Baszlernek a mimikáját emelném ki, hogy gyönyörűen leadták a meglepetést és az egész cuccot, hogy ez most mi? Meg bolond vagy te nő? Mit csinálsz? Nagyon, nagyon jó volt, nekem is tetszett kifejezetten. És aztán ezzel nyerték a mérkőzést, amivel kicsit előre is vetítették a jövőt, tehát ez a Baszler Ripley ez kb. Elkerülhetetlen lesz. És a Baszler Ripley az money? Nagyon money. Az nagyon, nagyon money. Money. Nagyon money. Tehát ezt a két badass karaktert egymással szemben látni, ez nagyon, nagyon komoly. Hát ha jól fogják csinálni, ez Feud of the Year esélyes jövőre. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon sok van, nagyon-nagyon sok kakaó van, hogyha ezt tényleg megcsinálják, és Ripley most tényleg elkezdte azt a pusht, amit mindenki várt tőle szerintem, amióta láttuk őt berobbanni. Igen. Ő egy óriási reménység a női divíziónak, és hát ugye 23 éves a csaj. Amit ugye kollégbe is hívtak másnap. Ami ugye azt jelenti, hogy döbbenetesen fiatal a birkós mércével mérve, csak ne hagyják hardcore-ozni, mert akkor csúnya dolgokat fog művelni. De hagyják nyugodtan, egyet abszolút. TLC, Cella, Ketrec meccs, van itt amit lehet csinálni. Chamber, meg lehet ezt oldani ügyesen is. Természetesen. Jó, egyébként ez egy szórakoztató Wargames meccs volt. Tényleg az első pár percet leszámítva, amikor így vártam, hogy történjen már valami konkrét, utána azt a kifejezést használtam rá, hogy szórakoztató volt. Igen, abszolút az volt. És akkor jött utána a fárasztó. Igen. A Pete Dunne, Damien Priest és Killian Dane triple threat mérkőzése a number one contendershipért. És srácok, hát vagy 5 perce hosszabb volt, mint kellett volna. Igen, itt kezdődik a dolog, tehát 20 perc volt, és azt max 15-ben le kellett volna zavarni szerintem. És mellé nagyon elgurult a gyógyszer. Ott a közepén, amikor elkezdtünk finisher dobálni. Hát szuper indie mérkőzés volt, ugye gyakorlatilag Dan mind a kettőnek bevitte a finisherét már mielőtt megnyerte volna a mérkőzést, Priest is bevitte a finisherét, Dane-nek nem is tudom, hogy mi a finisher, de biztos vagyok benne, hogy ő is bevitt valamit. Nagyon szuper indie volt ez a meccs, srácok, tehát zéró pszichológia volt benne, rengeteg mozdulatdobálás, és tényleg a tempót meg a mérkőzés stílusát tekintve nekem ez túlságosan is indie volt. Videogame wrestling volt, ahogy atyamesterünk mondaná. Igen. De ha valami pozitívat ki kell emelnem belőle, nem is kimondottan a meccsel kapcsolatban, hanem inkább a karakterekkel kapcsolatban, Damien Priestnek a hangját imádom. Ja, az a... Nem tudom. Nagyon jó. Hallottad a meccs előtti videóban? Hallottam. Ugyan beszél? Mint a 80-as évekbeli birkózó. Rengeteg steroid. Mély hangja van, basszus. Mély öblös hangja van. Nagyon jó. Teljesen elszoktam tőle a modern birkóban. Abszolút. Igen, szóval ez a szteroid fűtött hang azért hiányzik a modern birkóból, fogalmazzunk, hogy igen. Igen, kicsit. Nekem is abszolút. Priestre egy ilyen 80-as évekbeli birkózó plusz a modern birkózó keveréke jut eszembe, nekem is abszolút. Ugye a várakozásoknak megfelelően a Babyface győzött. Igen. Az aztán. Hát, mit mondják? Keményen dolgoztak persze az in-ringen, csak ugye továbbra se az in-ring a lényeg. Ja. Úgyhogy emiatt egy kicsit, meg a mérkőzés hosszúsága miatt egy kicsit vegyes szájízzel álltam föl ezelől. Meg főleg, hogy elmagyaráztuk, hogy Dane-nek ez mennyire személyes, ugye, hogy Dan ugye sztori szerint ugye eltörte az ujjait, meg minden, na abból semmit nem láttunk. Nem volt karakterbirkózás, meg semmi a mérkőzésben, tehát a karakterekből nem láttunk semmit, csak a mozdulataikból. Valószínűleg Hunter ezt kérte tőlük egyébként. Hát persze, birkózatok viszi zószamot. Igen. Na és akkor jött Balor és Riddle.
Na látod, ez a meccs meglepett, mert azok után, hogy mennyire klasszik Birkóval kezdték az első pár percet, szinte biztos voltam benne, hogy ez egy félórás meccs lesz. Igen, abszolút én is úgy gondoltam. Viszont utána gyönyörűen klasszikusan játszottak rá a sérülésekre. Szóval mind Balor is, meg mind Riddle is. Ugye, hogy Baloron, ugye Balornak a térdén dolgozott Riddle az elején. Jól emlékszem a térdén, ugye? Nem a Cole Dunn meccset mondod éppen egy nappal későbbről? Az is lehet. Nem, ezen is, mert ugye Balor szellingelte a térdét az izénál, és azért ment ugye a cucc, hogy be fogja tudni adni a Coupe de Grace-t. Amit végül nem is adott be, mert ugye 1960-ben lett vége a meccsnek. Mert Canter lett a Coupe de Grace-ból, igen. Klasszik volt, aztán persze feltekelték egy kicsit az iramot magasabb színvonalra, viszont összességében rendben volt ez a mérkőzés szerintem, nem volt túl sok, egy-két jelenetet leszámítva, a finish sem volt túl sok. Meg hagytak és, benne. És hagytak, igen, igazad van, abszolút, hagytak még benne bőven. Nem tudom, hogy ez volt, ugye gyakorlatilag ugye ez csak egy hogy hívják volt, ugye filler, ugye amíg Gargano kipiheni magát, meg a sérülését. Ugye... És hogy azért van a te ennyiben, vagy pedig úgy voltak vele, hogy akkor majd később ellöpjük a puskaport Balorral meg Riddle-lel, de azért nem volt rossz. Többet vártam. Szóval én is hosszabbat vártam, és többet. Epikusabbat fogalmazzunk inkább úgy. Hát, hogyha rajta mulat van, akkor lehet, hogy megfordítom egy kicsit azt az 5 percet, amit elveszek igen. A Dunnék meccséből, azt inkább ide tettem volna ebbe. Lehet, igen. De egyébként nem bánom azt, hogy ilyen lett, tehát ezen a kárdon, ahol ugye a Wargames meccsek káosza volt, meg a Dunnake Super Indie, kifejezetten jól esett egy fokkal szimplább mérkőzést nézni. Azon gondolkoztam, hogy ezt a Riddle folyamatosan veszít valamilyen szinten a takeovereken, ki fogjuk vele hova szerinted vinni? Hát nem tudom, szerintem ez igazából nem olyan, amit tudatosan művelnének. Persze ugye Takernek a streakjét sem művelték tudatosan a WrestleManiákban annak idején, amíg nem valaki egyszer csak rájött, hogy hoppá, ilyenünk is van. Szerintem egyszerűen a helyzet hozza mindig úgy, hogy veszít. Igen, lehet. Jó, most akkor menjünk a main eventre. Ugye yeah, a Team Ciampa versus Team Undisputed Era. Nice. Hú. Hát ugye itt az egyik érdekes kérdés az ugye az volt, hogy ki lesz Ciampa csapatának a negyedik tagja, és ezt a kérdést nagyon nyitva hagyták, ugye azzal, hogy nem vonult be velük együtt senki a mérkőzés elején. Kiváló döntés volt. Igen, nagyon rájátszottak erre az egész dologra, viszont ezzel párhuzamosan nekem ebben a mérkőzésben volt egy olyan feelingem, hogy tulajdonképpen azt várjuk, és addig az egész mérkőzés egy minkű nagy időhúzás, amíg meg nem jön a surprise partner. Abszolút az volt. És tényleg gyakorlatilag időhúzás volt. És nagyon-nagyon hosszúnak is tűnt. Ugye az a... Mennyi az? 15 perc az elején? Hát sok. 20. 20. Nagyon sok volt. Meg ugye gyakorlatilag ugye nehéz újat mutatni az Undisputed Era és a Wargames kapcsolatában, amikor már láttuk kétszer ezt a felállást, ugye? Szóval azért nehéz újat mutatni. Hát a Babyface csapatnak voltak pillanatai, de összességében egy hosszú Undisputed Era hit volt. Igen. Stílusát tekintve igen, az egész. Meg ugye az, hogy megpróbáltuk ugye Ciampát ugye Bedesznek eladni, ugye megpróbáltuk Kislinek a különleges atletikusságát milkelni, meg ugye Diakovicsnak a most durva ezt mondani, hogy de már unikumnak számító fizikumát. Mert hogy az, amikor egy Dominik Dojakovicsnak a fizikuma unikumnak számít a meccsben, az ijesztő. Hát igen, ugye billelve 2 méter, ami azt jelenti, hogy ilyen 190 körül lehet. Ja. 190 pár, és ezzel a mostani mezőnyben ő egy óriásnak tűnik. Igen. Abszolút. Ezek voltak azok a pillanatok, amikre utaltam a babyface-ek részéről, igen. És egyébként stabil, erős heel dominancia volt a meccs, és közben azon járt az agyam, hogy ki az úristen lesz a negyedik csapattag. Ugye te mondtad, hogy Gargano volt. Sokáig a fejedben. Gargano, meg Dream volt, ugye csak Dreamnek ugye a komolyabb a hátsérülése, mint gondoltam.
Meg Gargánónak is a nyaksérülése, igen, ezek szerint. Ezek szerint. És akkor a, ugye gyakorlatilag a rövid távú sztori mesélést vettük elő. Egy Owens megjön megbaszni az Undisputed Era-t, miután megbaszták őt hétfőn a Raw-n. Igen. Srácok, én bevallom nektek, hogy olyan szinten sikerült ezt az egész negyedik ember sztorit milkelni, ugye a birkós szakszóval élve, nem is tudom, hogy ennek mi a jó magyar megfelelője. Annyira rájátszottak erre, meg annyira kitartották a közönségnek az idegeit, hogy már az is megfordult a fejemben, hogy ezek a hülyék idehozták Punkot. Nekem abszolút az izé jutott eszembe róla, amikor Hogan jött ugye az Outsidershez, mert akkor volt ugye Hinenék, akkor milkelték ennyire azt, hogy ki lesz a harmadik ember, ki lesz, nem lesz harmadik emberük, nincs harmadik emberük. Kb. Az ment itt is. Hát már az valami, egyáltalán ilyen hülyeségek megfordultak a fejemben, szóval ezt nagyon jó csálták, hogy elérték, de egyébként Owens jó választás volt, tehát azért az NXT-vel való kapcsolatát jól ismerjük, tényleg volt rövid távú sztoria is még a Raw-ról, ahogy ezt mondtad, és Owens úgy vettem észre, hogy abszolút jól érezte magát ebben a szituációban. Azért tudjuk, hogy Owens rettentő frusztrált a fő roster ellen. Ugye az jön folyamatosan ki, gyakorlatilag a backstage infókból is, meg abból is, amit a WWE kirak elénk. Szóval, hogy Owens eléggé frusztrált a fő rosteren, és aztán ugye, amikor gyakorlatilag kb. Megőrül a ketrecben, akkor azért látod, hogy ő aztán itthon érezte magát. Teljességgel itthon érezte magát. Ugye bevittek aztán rengeteg asztalt a ringbe, amiket aztán annak rendje és módja szerint össze is törtek, és azért ott miután Owens bejött, és elkezdődött ténylegesen a tétre menő War Games match, az az utolsó 15 perc azt gondolom, hogy már jó volt. Nagyon hosszú volt az odáig vezető út, mert tényleg arról szólt minden, és az járt a közönségnek a fejében, hogy ki lesz a negyedik ember. És ami a ringben történt, az ezzel szemben abszolút a hátsó ülésen maradt, viszont a mérkőzés záróidőszaka, mert azt mondom, hogy izgalmasra, szórakoztatóra sikeredett, és aztán volt egy teljesen beteg finish. Igen, hát az a errét crash a izéről, a ketrec sarkáról a két asztalba, az nagyon beteg. Az egy brutál veszélyes spot, gyerekek. Igen. És ugye ezek után volt az, hogy Triple H nyilatkozta, hogy ő több spotot meg is vétózott, amiket felvetettek neki, hogy csináljuk már meg a Wargames meccsekben. Nagyon jó. Nem akarom tudni, hogy azok mit lehettek, hogyha ezt jóvá hagyta. Hogyha ez volt az, amit jóvá hagyott, akkor mi lehetett az, amit megvétózott? Tudod, amikor Charlotte közölt, hogy én muszoltolni akarok a ketrec tetejéről. A cella tetejéről. A cella tetejéről, igen. Ami ugye rohadt magas. Hát, ja. Elég durva volt az a befejezés. Baromi látványos volt, egy fokkal veszélyesebb és kockázatosabb, mint ami nekem így kényelmes lett volna. Igen. Tehát ugye Ciampa megnyerte vele a mérkőzést, és szerencsére mind a ketten túlélték. Ez egy pozitív dolog. És utána azért említsük meg azt, hogy oda keveredett Adam Cole-nak a barátnője, az All Elite Wrestling-es birkózó Britt Baker a kamerára. Hát igen. És utána be is hívjuk, hogy ő Adam Cole-nak a barátnője. Britt Baker. Igen. Igen, és nevén nevezzük. Igen. Hunter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy ez nem volt szándékos, hanem a rendező bevágta a legaggodalmasabbnak tűnő nőt a közönségből, és amikor ez anélkül tudta volna, hogy kicsoda, és amikor Hunter meglátta a képernyőn, akkor ő fölismerte, hogy bazd meg, ez Brit. Nagyon jó. És akkor rászólt Ranallóra, hogy magyarázd már el, hogy ki ez, mert máskülönben ez egy ilyen elefánt a szobában, hogy mutogatjuk itt a képernyőnkön, aztán még a végén a csajnak baja lesz belőle az AEW-nél. Hát vagy nekünk lesz, ugye, közfelháborodás rajongóknál, hogy nem vagyunk hajlandóak beszélni az AEW-ről. Hát mondjuk ott kb. Valószínűleg ebben a szituációban én is úgy néztem volna ki. Szóval ez... Hát igen, hogyha életed párját keresztül vágják egy asztalon 4 méter magasba. Igen, akkor valószínűleg így nézel ki. És ha még szakmabeli vagy, akkor meg főleg. Akkor meg tudod is, hogy mivel jár ez. Ja. Na, szóval értékeljünk. Összességében jó volt a show, egy 4-est megadok neki. Nálam is azért 4-es, mert tényleg rettentően hosszú a két üres járat a War Games elején, az kb. Így majdnem 35 perc kuka az adásból, az rettentően sok. És nekem az izé is sok volt nagyon. A Dan Priest Dane is sok volt nagyon. Ezt már
Már nagyon untam. Lehet, hogyha a meccsekre bontanám le, akkor még rosszabb jegyet adnék neki, de igazából így az adásnak az összpillingjére adom ezt a négyest, és ebbe beleveszem azt, hogy a Wargames mérkőzéseknek az érdemi időszaka az azért szórakoztató volt. Nekem a női Wargames egyébként jobban tetszett, mint a férfi. Nekem is. Így itt hagyom. Valamivel rövidebb, ugye 10 perccel rövidebb is volt, és kicsit eseménydúsabb, főleg a középső időszakában. Ugye a Balor-Riddle meccstől lehet, hogy többet vártunk, de amit kaptunk, az se volt rossz. Olyan kifejezetten nagyon szar dolog meg nem volt az adáson. Nem. Úgyhogy feelingre megvan a négyes szerintem. Yep. Akkor menjünk át a fő rosterre. Hát, srácok, hétfő délután a doktor evvel fogadott. Ezt túl kellett élni. Vérbeli Survivor volt, igen. Nem volt hosszú. Szóval 3,5 óra volt maga a PPV. Prisót nem nézünk továbbra se, senkit nem érdekel. Aki akarja, nézze meg. Pedig ezúttal a Prison ugye tétremenő mérkőzések voltak a kis Brand Warfare-ben, a Raw kontra NXT kontra SmackDown-ban, és mindegyik Brand aratott egy-egy győzelmet. Magyarul nem történt semmi a Prison. Mert nem történt semmi, azt leszámítva, hogy ugye a Viking Raiders győzelme volt az egyetlen Raw győzelem az egész estén, úgyhogy szerbusz, Tésó! Így van. Amit ugye Rollins el is mondott a Heel Turn-ös promójában. Így van, remek. Nagyon jó. Viszont hosszúnak tűnt. Szóval a papíron nem volt hosszú, de nagyon hosszúnak tűnt. Egyetértek. És itt is a csajmeccsel kezdtünk, szóval az 5 az 5 az 5 az 5 ellen, ami túl sok. Szóval... Túl srácok. Nagyon sok, szóval ez a 15 emberes tag match borzalmasan sok. Vágjátok, hogy ez egy fél Royal Rumble? Igen. Ez egy fél Royal Rumble, basszus, és amikor ugye bevonult mind a három csapat, az NXT, a Raw meg a SmackDown, és ott álltak a ringben 15-en, így már úgy néztem rá, hogy öljetek meg, vagy mentsetek meg, vagy nem tudom, vagy valami legyen, mert ez már rosszul nézett ki, ugye, ahogy fölálltak konkrétan a mérkőzés kezdéséhez. Főleg, hogy azért a kiegészítő emberek eléggé kilógnak lefelé ebből a sorból, szóval tényleg azért, ha belegondolsz abba, hogy Sarah Logan került be a női csapatba a Rónál, Carmella és Dana Brooke a SmackDown-nál, meg Nikki is, szóval azért ott a talent pool azért ott kimerült, egy kicsit fogalmazzunk úgy. Egyébként, hogyha úgy akarok ránézni, a legkiegyensúlyozottabb az NXT-s csapat volt. Abszolút. Mert annak nem nagyon volt gyenge pontja. A másik kettőnek azért volt pont Logan, akit egyébként örülök, hogy láttam, mert szerintem egyébként Sarah Loganben több van, mint amennyit a Debrebi lát benne. Én őt alapvetően egy tehetséges lánynak tartom, csak ugye annyira el van dugva folyamatosan az adásokban, hogy a közönség egyáltalán nem tekint rá versenytársként a többiekhez képest. És a SmackDown csapatban ugye Carmella meg Dana Brooke birkózóként eléggé lefelé lógnak ki. És ugye ezek után még ugye azzal tetézték az egészet, hogy a ringben folyamatosan triple threat meccsek zajlottak, mert egyszerre hárman voltak a ringben, minden csapatból egy-egy. Igen. És ebből aztán orbitális katyvasz következett. If you want the definition of clusterfuck, nézd ezt a meccset. Jaj, srácok, értem én, hogy most kellett ez. Szóval, hogy az NXT-t forróvá kell tenni megint, mert egy kicsit azért kihűlt a... mikor kb. Lefejeztük az egészet, nem tudom hányszor. És be kellett mutatni azért a nagy színpadon is, hogy az NXT mi. De nagyon sok volt. A mérkőzés formátumából kifolyólag nem lehetett ez nagyon más. Ugye itt két dolog csatázik egymással, az egyik az, hogy egy ilyen mérkőzést ennyi résztvevővel egyféleképpen tudsz megcsinálni, ha agyon koreografálod. Igen. Viszont az agyon koreografált mérkőzés mégis egy rendezetlen katyvasznak tűnik, pontosan azért, mert ott állnak a ring körül 12-en, benn vannak hárman a ringben, és folyamatosan valami agyfasz történik. És akkor mellé még ugye jön a Book is hozzá, amikor ugye Make NXT Look Fucking Strong van, megfejelvezt Make-re a Fucking Strong, ami valamilyen szinten nem baj, mert mégiscsak azért valahol pozícionálni kell most az NXT női divízióját is,
Hát, ami nekem nagyon izé volt, az az injury angle, skabusérülés Candice-szel meg jóval, hogy valami miatt, amit nem is látunk, kiviszik őket a meccsből, aztán azzal a céllal, hogy majd a végén visszahozzák őket. Jó, csak akkor ezt miért nem tudtuk abban megcsinálni, hogy Lariat fejre, és akkor kint fekszünk az izém körül? Nem tudom, tehát nem is ismételtek semmit, nem, csak egyszer ellen maradtak a földön. És egyébként az ott nagyon kivette a szelet a közönség egyébként is lagymatag vitorlájából, mert a közönség nem tudta eldönteni, ez most valódi sérülés vagy... Vagy nem. Vagy nem, vagy engül, és szépen elhallgattak. Aztán ugye szépen sorozatosan koreografáltan kiejtegették egymást, volt kis csapaton belüli erőszak, ugye Charlotte meg Asuka között, meg más ilyen egyebek, és a végére bennmaradt Netty, Sasha és Ripley. Igen. Ez a hogy hívják, klisékönyvének első lapja, a Survivor Series klisékönyvének első lapja kb. Aztán Sasha ugye megdumálja Nattival, hogy álljanak össze csapatba, aztán elárulja őt, és marad egy Sasha Ripley finálé, és egyébként ezen a ponton azt gondolom, hogyha tényleg az az igazi cél, hogy most akkor az NXT nézzen ki erősen, akkor Ripley megveri Sashát tisztán. Igen. De nem ez történt, hanem ugye visszarohant Candice LeRae és Io, és ennél fogva az NXT ugyan nyert, de ez egy tisztátalan befejezés volt, tehát gyakorlatilag ellopták a győzelmet. Hát Dusty Finish volt. Ezzel a taktikával, tehát az NXT nyert, de nem volt egyértelműen putóverelve, mert bevédtük Sashát azzal, hogy 3-1 ellen volt a történés. És ez azért volt még egy nagyon fura döntés, mert egyébként az NXT volt a közönség kedvenc. Abszolút. Abszolút. Chicago beállt az NXT mögéig a kb. Majdnem minden meccsben. De ez valahol várható is volt, hogyha belegondolsz. Persze, abszolút. Tehát a közönségben mi az, ami brand loyalty-t, tehát hűséget építene? Nyilván azt, hogy az NXT ugye a kis underdog, meg az alternatív birkózó adás, most a Raw meg a SmackDown mégis milyenféle lojalitást ébresztene a közönségbe? Ugyanaz, Pepitában, más a színű. Meg úgy, hogy folyamatosan kavarjuk a rostert is. Ja. Mert még nem is kötődünk a rosterhez, mint mondjuk, amikor valaki mondjuk 10 éven keresztül a SmackDown birkózott a korábbi időszakban. Ez teljességgel várható volt, hogyha itt lesz valamiféle közönség szimpátia ebben a brand háborúban, akkor ez az NXT mellé igen. fog beállni. Hú, rettenetesen clusterfuck match volt, igen, óriási katyvasz, bookingból eredő problémákkal, a résztvevők mennyiségéből eredő problémákkal. Ha a Ripley tisztán megveri Sashát, akkor a befejezést nem kritizáltam volna, viszont így nekem az is egy kicsit kényelmetlen volt, hogy így hoztuk ki az NXT győztesnek, mert ez nem volt egy erős győzelem így. Ugyanígy húztam én is a számot, hogy most srácok, most miért kellett akkor ezt csinálni? Ez megint az, amit mondunk a live-ban is, meg mindenhol is, hogy melyik ujjamba harapjak bele, és akkor megharapom mind a kettőt. Mert ebben az NXT nem nézett ki erősnek, a SmackDown nem nézett ki szintén erősnek, mert mondjuk most az, hogy Sashát megverik 3-an, az nem izé. Értem én, hogy most játsszuk ezt a húz meg ereszt meget, hogy melyik brandünk nézzen ki a legjobban, de akkor legyen tökünk, növesszünk tököt, és hozzunk egy döntést. Nem pedig állunk ott, és várunk, mint a faszent, hogy akkor most melyik legyen. Hanem, hogy megpróbálunk kompenzálni igen. a veszteseknek a bookingba. Igen. De mondjuk ez egy jelentős és többször előkerülő booking hiba. Hát lásd a következő meccsen egyből. Szóval ugye jött a Midcard bajnoki címek triple threat-je. Ugye Roderick Strong ugye az NXT North American Champion, AJ Styles a United States Champion, és Nakamura a SmackDown Intercontinentalis Champion Sami Zayn-nel. Na most ez a mérkőzés is olyan volt, hogy tipikusan az in-ring munkával akarták eladni, és zero pszichológia volt benne, de mivel ugye 3 heel birkózott egymással, ezért a pszichológia eleve selejtes lett volna, még ha meg is próbálják. Hát így aztán meg se próbálták. És az a durva, hogy iszonyatosan nagyon félrelőttünk, hogy ki mögé fog beállni a közönség, mert ugye Styles tippeltük volna. Na hát a közönség beállt Roderick Strong mögé. Hát ugye NXT, igen. Mi más. Jó, persze az in-ring munka az olyan volt, amilyen 3 kiváló in-ring birkózó volt a ringben, csak menet közben folyamatosan azt néztem, hogy miért kéne érdekelni engem ennek a mérkőzésnek. Igen, abszolút. Most... Mert 3 híl adja be egymásnak a mozdulatokat. Igen, egymásra dobálva megint a mozdulatokat, és majd megint jött ugye a lackluster finish, ugye... Styles beadja ugye a fenomenál forámot Nakamurának, majd Strong ugye ellopja a finisht. Igen.
Tehát ezzel most megint ugye az NXT nyert, újabb Strigula a nevük mellé, de gyakorlatilag nem jönnek ki erősen a mérkőzésből. Ja. Mert most éppen a Raw-t próbáltuk kompenzálni a vereség miatt, amit ugye az előbb meg a SmackDown-t. Abszolút, tehát ez abszolút egy olyan döntés volt megint, hogy próbáljuk a 50-50-t tartani. Igen. Hogy oké, nyersz is, de nem teszünk overré. Ugye teljesen különböző dolog az, mint amikor egy meccset megnyersz, mint, és az, amikor egy meccsel overré válsz. Ugye a going over and putting over ugye különbsége, angol sokkal jobban jön ki, mint magyarul. Ugye, mert... Igen. Igen, igen, tehát a going over az egyszerűen azt jelenti, hogy megnyered a mérkőzést. A putting over az ugye azt jelenti, hogy overré válsz a győzelemmel. Na hát ez nem az volt. Mert úgy jössz ki ebből a meccsből, és ez határozottan nem az volt. Szeminek nő a haja. Igen, Sammy Bushon távozik. Ilyen hülyeségekre lettem figyelmes a mérkőzés közben, és Sammynek kinőtt a haja. Nekem meg azt ugye, hogy a kommentátor hármasa izével próbálja eladni a mérkőzést, ugye Stice-nak, meg Nakamura-nak a múltjával. Japánnal, meg a többiekkel. Igen. Egyébként, hogyha már a kommentátor hármast előhoztad, ismét feltűnt ez alatt a PPV alatt, amikor együtt dolgoztak, hogy Michael Cole és Nigel McGuinness között milyen kiváló kémia van. Igen. Nigelből egy zseniálisan jó kommentátor lett az évek alatt, és együtt meg valami hihetetlen, szóval tényleg, amit Cole és Nigel együtt csinál, az iszonyat jó. És hallgatnám órákon keresztül, mert tényleg annyival jobb, mint kb. Bármilyen WWE összerak. Ugye, amikor elkezdődött a UK brand azzal az első United Kingdom tornamenttel, amit Cole és McGuinness együtt hívtak, már ott nagyon jó volt, igen, pedig az volt az első alkalom. Igen. Hogy együtt dolgozhattak, és már az kiválóan jött ki, és tényleg ez Cole meg McGuinness között szerintem nagyon jól működik. Mind a ketten nagyon jó formát hoztak az egész estén. Hát meg McGuinness az egész hétvégén. Igen. Ezután jött ugye az Adam Cole Pete Dunne mérkőzés, az NXT bajnoki címért, amin ugye megint Cole és McGuinness egymás mellett maradtak Beth Phoenix-el kiegészítve. És akkor talán itt említhetjük meg a kis sztorit, hogy Mauro Ranallo nem volt jelen, hogy az NXT bajnoki címmérkőzés közvetítse. Cole hivatalos változata szerint azért, mert elment a hangja a szombatesti üvöltözés, takeover-es üvöltözés után. Gyakorlatilag meg viszont azért, mert Corey Graves beszólt neki Twitteren. Így. Amikor így néztem az adást, akkor mondom, hogy ez ilyen, tudod, ez a igazolható magyarázat, kb. Tudod, az angol plausible szó, tudod, hogy ilyen, mint amikor a Mythbusters-be rányomják, hogy ez igazolható. Na most mondom, oké, de Ranallónak a, hogy hívják ját, kortörténetét ismerve, na valami megint van. És akkor ma mondtad nekem adás előtt, hogy mi történt, akkor mondom, hogy oké, már mindent értek, srácok. Ugye... Aki esetleg nem olvasta volna a történetet, Graves kiküldött egy olyan tweetet az NXT-vel kapcsolatban, igen, hogy egyébként itt van a kommentárban egy WWE Hall of Famer, meg egy korábbi ROH világbajnok, akiknek nyilván rengeteg mondani valójuk lenne, csak ebből nem látunk semmit. Ja, mert nem hagyják szóhoz jutni őket. Mert ugye Ranallo nem hagyta szóhoz jutni őket, és szokásos stílusában fába szorult féreg módjára végigüvöltötte az egész adást. Akkor erre Ranallo fogta magát, és letörölte magát Twitterről, és hazament. De általában már jön szerdám. Egyébként, akármennyire meg fogtok kövezni, én nem szeretem Ranallo stílusát. Nem jó. Fő kommentátornak nem jó Ranallo. Kicsit az a bajom vele, hogy mindent túltol. Tehát egy mezei lariátot ugyanolyan üvöltéssel próbál átadni a közönségnek, mint egy finisher szekvenciát. Nagyon sokszor, amikor tényleg a kolornak lenne az ideje, amikor olyan mozdulatok mennek a ringben, meg olyan mozgolódás, ami tipikusan nem lényeges a mérkőzés egésze szempontjából, és tényleg arra van kitalálva, hogy a kolor kommentátorok mélyítsék a sztorikát és a karakterek iránti megértést, és olyankor is a szavukba vág, és elkezdi kényszeresen hív az in-ring akciót, hogy éppen mi történik, akkor is, hogyha tök jelentéktelen, ami történik. Abszolút. Nekem is vannak ilyen érzéseim Ranallóval kapcsolatban. Persze egyébként az NXT célközönségének ő egy tökéletes kommentátor. Tehát azoknak az embereknek, akiknek az NXT-t szánják... Persze. Ranallo egy indie kommentátor, és az van a WWE berkeiben belül is. Mert a stílus abszolút olyan. Mert nyáladzunk a mozdulatokra. Bocsánat a szóhasználatért, de tényleg, szóval Ranallo azt csinálja.
Na most egyébként, hogyha itt tényleg ez a Ranallo eltűnésének átterében egy Kori beszólt neki Twitteren, jó, persze, tudjuk, hogy Kori egy pöcs. Ez nem újdonság, hát Corbin a legjobb haverja, ugye itt kezdődik az egész történet, aztán ugye elhagyta az asszony meg a gyereket Carmelláért, meg stb. Persze, ezeket vágjuk. De ha ebben a bizniszben te lelkileg megzakkansz attól, hogy egy kollégád beszól neked Twitteren, akkor az azért erősen felveti a kérdéseket, hogy alkalmas vagy te erre a bizniszre. Igen. Mert azért itt ebbe a pankráció az nem úgy működik, hogy tojásokon lehet járni bizonyos emberek körül, csak azért, hogy ne bántódjanak meg. És persze tudom, hogy Ranallo bipoláris és mentális problémái vannak, de gyerekek, nekem is mentális problémáim vannak. Egész felnőtt életemben. Dokihoz járok vele. Most ezek után, hogyha egy HCV show után valaki azt mondja nekem, hogy Doki egy szar voltál, akkor bujdossak el az ágyamon át. Nem lehet. Nem, visszaszólsz neki, hogy közte is. Esetleg, vagy elismerem, mert egyébként nem vagyok hülye, és én magam is érzem, hogy mikor megy jól a kommentár, és mikor megy szarul a kommentár. Ugye, amit ugye Michael Szék mondtak, meg ugye Austin mond mindig, hogy nem kell ugye megkérdezned azt, hogy ugye, hogy szar volt-e a meccs, azt neked érezni kell. Ez a kommentátorra is így működik. Pontosan tudom, de véres novemberen egy rakás szar voltam. És azt éreztem a show közben is, és éreztem utána is. És most, hogyha valaki... oda jön hozzám, vagy valaki rajongó megkritizál az interneten miatta, akkor most töröljem le magam a szorítóból, vagy mi a túról? Annak ellenére, hogy mondom, én is Dokihoz járok a mentális zűrjeim miatt. Ilyet nem lehet ebben a bizniszben csinálni. Most lehet, hogy aztán Hunter fölhívta Ranallót, és elkezdte megint simogatni a buksiját, hogy de hát szeretünk, hát ezt mi nem így gondoljuk, meg nagyon jól kommentálsz. Ja. Nem, ez... És így már érthető, hogy egyébként Ranallónak miért nem ment a fő roster. Mert ott aztán meg valószínűleg tényleg az megy, hogy Vince üvölt a füledbe, hogy szar, amit csinálsz. Megcsináld másképp. De tényleg nem akarok rosszat Ranallónak, meg ott, ahol van, ennek a célközönségnek nyilván ő a kommentátora, de hogyha tényleg Corinak ettől a beszólásától ment el teljesen az életkedve, és vonult vissza a kis csigázába, és hazament, hát... Akkor tényleg el kell gondolkodni azon, hogy biztos, hogy ezt a bizniszt neked találták ki, akármennyire is szereted, mert... Ja. Menjél vissza, ugye tévéműsort vezetni, mint ahogy csinálta azt Rönével 10 évvel ezelőtt. Kori egy pöcs, persze. Tény, persze. Az is marad. Hát... Persze. De ez a biznisz tele van ilyen emberekkel, mind a két oldalról, szóval ismerünk rengeteg ilyen depressziós, meg önbizalomhiányos embert is a bizniszben, és ismerünk a másik végletet is, szóval a rengeteg pöcs is van. Igen. Aki valószínűleg a pöcségével... kompenzálja a saját bizonytalanságaid. Igen. Ja. Persze. De ez a biznisz ilyen. És mindig is ilyen volt, és mindig is ilyen lesz valószínűleg. Még akkor is, most már mindenki majdnem szereti egymást. Mert ilyen embereket vonz. Ja. Ilyen jellemeket vonz. Nagyon-nagyon nehéz ezt másképpen csinálni. Persze. Ugye? Azért mész ki, hogy menőnek tűnjé. Mert nem vagy az. Meg nem érzed magad annak. Srácok, ez egy ilyen biznisz. És mindenki az... Fucking Undertaker az! Majd mindjárt beszélünk majd a Taker-es cuccról is, miután végeztünk a izéval, a Survivor-rel. Jó, akkor rá is térültünk szerintem egy idő után a Cole Dunn mérkőzésre, ami egyébként jó volt, szerintem jó. Összességében. Az elején próbáltak nagyon rámenni egymásnak a tegnapi sérüléseire, ugye Cole a derekát kötözte be, Dunn a térdét, és próbáltak ezzel dolgozni, és aztán amit furcsáltam, hogy a mérkőzés közepén elkezdtek jönni a finisher kick-outok. Igen, kicsit sok volt. Gondolom rangot akartak adni a mérkőzésnek, csak hát nem sikerült vele. Csak hát még mindig harmadik pozícióban voltunk a kárdon. Igen. Ugye? Egyébként tényleg jó volt, meg oda tették a srácok, jól szórakoztam a mérkőzésen, kicsit a kárdon betöltött szerepéhez képest, meg a mérkőzés hosszához képest, kicsit talán sok volt, tehát olyan volt, mintha egy 25 perces Epic Main Eventen sűrítettek volna össze 14 percben. Igen. Valószínűleg ez mondjuk egy takeover-re jobban sült volna, ha kapnak 30 percet, de itt nem fért bele annyi, sajnos. De azért elment. Azért Adam Cole-t hadd emeljen már ki, tehát micsoda pár hete volt ennek az embernek a WWE-ben. Igen. Nagyon durva. Adam Cole abszolút, most tényleg kicsit kinőtte magát így az NXT arcának így ebben a pár hétben. Ami nem baj, mert Cole király. Csak menjél edzeni! Mert még mindig nem edzel! Úgy nézel ki, mint egy gyerek! Te is!
Azért hasonló időszám Marcus Stanttal. Ja, meg avval, amikor megjöttek a izén, emlékszel? Amikor meggyakták Drew McIntyre-t, hogy néztek ki? Amit egy teleszart zokni olyan volt. Hozzalmas volt. Hát jó, le kellett állni a szucról, amikor megjöttünk, ugye? Na nem baj. A mérkőzés összességében kis szépséghibákkal együtt jó volt. A mérkőzés végére abszolút megteremtették az epikus feelinget. Egy érdekes dolog, ami nekem feltűnt, hogy a közönség egy része nagyon benne volt, egy része meg egyáltalán nem volt benne. Hát, mert ugye NXT is itt, tudod? Ugye ez azért az itthoni közönségünkre is elég jellemző, hogy nagyon sokaknál nem rezonál ugye az NXT, úgy, ahogy annak kéne, mert nem tartja ezt a birkózásnak. Mert ugye nem nagy emberek gyömözkölik egymást 30 percen keresztül headlockokkal. Sokan unott fejet vágtak, és máshonnan megjött az NXT csend. Igen. Egyébként ez az egész este folyamán így volt egy kicsit. Ha globálisan nézem a közönséget, elég nagymatag volt Chicago. Valószínűleg tényleg az, ami így, hogy így gyakorlatilag most kaptunk egy hibrid közönséget. Szóval kaptunk egy nagyon erős olyan közönséget, akit érdekli az NXT, nézi is, pontosan tudja, hogy mi történik benne, meg valószínűleg megkaptuk a közönségnek azt a fejét is, hogy már megint ez az NXT is kölykök. Már megint jönnek és elveszik az időt a többiektől. Hát ezt konkrétan ugye a magyar interneten meg gyilkos csoportokban is látjuk, amióta az NXT 2014-ben elkezdett feltörni, hogy sokaknál van egy ilyen inherens ellenállás. Abszolút. Az NXT-vel szemben. Pedig tényleg jó pasrácok, megszokjátok, mert az NXT fogja alkotni a roster 99,9%-át éveken belül. Mert most a kb. A 80%-át az alkotja. Ezért nem megy sehova. Ezen rögtem az egészet legjobban, itt Brand Royalty-ról meg izéről beszélünk, és megnézem a meccset, és bakke majdnem mindenki volt NXT is. Igen, tehát aki a Raw-t meg a SmackDown-t képviseli, az is onnan jött. Hát konkrétan Ortont leszámítva abban a meccsben mindenki volt NXT is. Mindenki. Kivéve aztán talán még Alit, de Ali meg ugye ilyen félig meddig. Ali az izéből jött, a Cruiserweight Classicból. Ja. Ja. Ő nem volt így különösebben NXT is. De azon kívül mindenki volt. Szóval egy kicsit olyan nye. Nye. Hát aztán, hogy a női meccsben kb. Izét, ugye, itt veszünk le? Hogy hívják, ott levesszük? Natit levesszük, és Nati is ott volt az NXT megszületésénél, szóval Nati megcsinálta gyakorlatilag az egész kúrát lent. Szóval gyakorlatilag Nati is. Szóval a női meccsben meg nem volt olyan, aki kívülről jött. Yep. Jó, következő mérkőzés az Universal bajnoki címért volt a Fiend kontra Daniel Bryan, az remek vörös fényben továbbra is. Aki ezt kitalálta, az mehet avval az emberrel együtt, aki kitalálta, hogy szinkar abba a sárga-kék mocsokba birkózon annó. Emlékszel arra? Hogy ne emlékeznék? Na. Amikor megjött az eredeti szinkara, és igen, a mérkőzésein is megvolt a hangulatvilágítás. Igen. Ezt ki gondolja, hogy jó ötlet? Még mindig nem értem. Akkor legalább lett volna kék, mert az még látható, de ez a vörös bakker, ez borzalmas. Továbbra is. A meccs maga nem volt borzalmas, szóval azt viszont ki kell emelni, hogy kb. A Fiend mérkőzései közül ez működött a legjobban. Hát főleg, hogyha összehasonlítjuk azzal szemben, amit Rollins-szal csinált. Igen. Ami totális overkill volt. Ez a mérkőzés ugye 10 percben zavarták le. Egy jó Monster kontra Underdog meccs volt. Igen. Igen. Bár ugye Bray Wyatt-et a méreteivel Monsternek kell adni, az azért érdekes dolog, de igen. De ez az volt. Szóval ez Pepitában egy Big Show, nem tudom, törpe. Big Show Rey Mysteriót kaptunk, csak éppen Bray Wyatt-tel Daniel Bryan-nel. Monster Underdog. Tehát ugye Bryan folyamatosan próbál támadni, rajta maradni Wyatt-en, megrugdossa, nekiugrik, aztán Wyatt föláll mindenből, de most ezúttal nem volt olyan rettenetesen hihetetlen kick-out, mint amiket ugye Rollins-szal szemben produkált a 10 stomp, meg a nem tudom micsoda után. Igen, az egy kicsit sok volt. Észszerű szinten tartották az egészet, és aztán ugye Wyatt megnyerte a mérkőzést, és megvédte a címét. Ez fogyasztható volt. Igen. Határozottan igen. Fogyasztható volt. És továbbra is követik a fantasy bookomat. Igen. És Bryan elkezdett jesszelni. Igen, Bryan végre elkezdett jesszelni, szóval Bryan Feastern teljes egészében megérkezett. És csatlakozik Rollins blölölőjéhez az, amikor Wyatt a ringen kívül ráugorja a Stantont Bryanre, és közli vele, hogy mumumú. Mumumú, igen. Nagyon jó. Na, remek. De nem volt vele semmi bajom. A fényt leszámítva. A fényt leszámítva, igen. Jön a másik clusterfuck az estén, ugye a Team SmackDown versus Team Raw versus
Team NXT. Megint 15 ember. Igen. A jó életbe vele. És megint az, hogy még NXT looks fucking strong. Egyébként kivéve Walter. Kivéve Walter. Szegény Walter. Hát igen, ő az elején viszonylag gyorsan távozott. Ami meg is ölte a közönséget gyönyörűen. Igen, a közönség ezzel nem volt túlságosan elégedett, de egyébként persze ez megint azzal járt, hogy iszonyatosan koreografáltnak tűnt az egész, de ez a mérkőzés nem volt akkora clusterfuck, mint a női meccs. Tehát itt valamivel tisztábban követték egymást az eliminációk, és követhetőbb volt, hogy éppen mi történik. Meg azért megnézve ezt a névsort, azért ebben a névsorban nincs Dana Brooke, meg Carmella, meg azért még ha Nikki Cross-t is ide venném. Szóval azért tényleg azért ebben, aki nagyon kilók lefelé, az mondjuk Mustafa Ali, meg Shorty G, szóval, de az se annyira. Se birkó tudásból, se, hogy hívjákban. Nem, abszolút nem. Shorty G például kifejezetten tetszett, amit ott a mérkőzés elején röviden birkózott. Rendben voltak összességében a dolgok, szerintem az eliminációk is. Ugye meg volt itt is a csapaton belüli balhé, Reignszel meg Corbinnal, minő meglepetés. Meg az Orton cucc. Meg ugye Orton, ez egy fokkal jobban egybe volt tényleg, mint a női mérkőzés, de ezzel együtt se lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy itt 15-en próbáltak valamit csinálni folyamatos triple threat körülmények között, és ebből azért minden koreográfiával együtt egy kagyfasz lesz. Igen, és ez jól volt van. Ez is. És aztán itt a végére megint egy-egy-egy maradt, tehát megint minden brandből maradt egy birkózó, Rollins, Keith Lee és Roman Reigns. Igen, és azért volt egy olyan felhangom, hogy még Roman look strong, de aztán rájöttem, hogy tényleg nem nagyon csinált Roman egyébként mást a meccsben. Hát azon kívül, hogy balhézott Corbinnal. Igen. Meg, az annyi volt. Meg kiejtette McIntyre-t. Igen. Azon kívül nem nagyon volt. Mit? Az, hogy egy jövendőli pushnak a kezdete, azt majd meglátjuk. Egyébként lehet, hogy ezzel nem fogsz egyet érteni, de bizonyos szempontból, ahogy ennek a mérkőzésnek vége lett, ahogy Lee kiejtette Rollinsot és megállta a helyét Roman ellen, bizonyos szempontból az NXT ebből erősebben jött ki, mint a győzelmeiből. De egyet értek vele. Egyébként. Abszolút. Szóval, ha már úgyis azt akartuk bukolni, hogy az NXT erős, akkor tényleg azt kellett volna meghúzni, hogy a csajmeccset nyerje meg, meg az NXT csajcsapat rendesen. A Roderick Strongnak viszont karakterhez illett az a cheat win, mert abszolút az Undisputed Era kb. Erre épül évek óta. És itt meg megcsinálni ezt a bookot tényleg Keith Lee-vel, ez volt a jó book. Igen. Ha az első két mérkőzésen nem tendenciózus az, hogy az NXT győzelmébe bele szöszöl valami, hanem megvan a tiszta győzelmük, akkor szerintem úgy belefért volna mellette Roderick Strongnak is a Igen. A lopós győzelme, és így meg, hogy Lee-t ott tartották a végén baromi erősen a vereség ellenére, szerintem ez teljesen vállalható volt így. Igen. És azért az a névsor még mindig erős, szóval az a Ciampa, Priest, Riddle, Lee, Walter azért az egy elég erőteljes névsor tényleg, szóval. Főleg úgy így, hogy a jó Gargano-ra nem számíthattunk, mert ugye azért mégiscsak NXT szempontjából Gargano-t odapakoltam volna, de hát na. Nem lehetett, ugye bár. Nem lehetett, igen. Lee viszont az eddigi legnagyobb pushát kapta szerintem ezzel a mérkőzéssel. Meg az egész hétvégével ő is. Szóval ő is azért elég erőteljesen meg lett nyomva. Meg Cole is. Hát ugye igen, Cole-ról beszéltünk is, ugye. Igen. Jó, következett a No Holds Barred mérkőzés Brock Lesnar és Rey Mysterio között a WWE bajnoki címéért. Most csúnya lesz. Mi a szar volt ez? Kedves WWE. Hát Brock bántotta egy kicsit Rey-t, aztán bejött Rey fiacskája, tökönrű vágták Lesnart, beadtak neki két Six Final Nightman, két Frog Splash-t, abból Brock kirúgott, és egy F5-val megnyerte a meccset. Ez volt a meccs, igen. De mi a szar volt ez? Azt akartam, hogy Brock elpusztítsa a Mysteriót. Teljesen. Miért? Mert csak... Én nem akartam. Én akartam. Én nem akartam. Lesztárra elpusztít bárkit, az már nem érdekel régen. Engem érdekelt volna. Miért? Nem tudom, mert valahogy az egy fokkal jobban érdekelt volna, mint az, hogy Mysterio, aki 160 mély, dominálja Lesztárt. Nem is dominálta Lesztárt, csak utána tökön vágták. Jó, akkor és bejött is. A piacskája, és ketten voltak. Akkor is. Verje meg Lesztárt rendesen, aztán jöjjön meg Velázquez, és akkor valami. Nem pedig ez. Nem tetszett. Szerintem szórakoztatóbb volt, mint amilyenre számítottam.
nem akkor tetszett. Nem értünk egyet, ilyen egyszerű a dolog. Nem értünk, abszolút, most ebben abszolút nem értek egyet. És ugye Rollins promóját idézve, van nálad egy rohadt vascső? Ott van a fiad, és nem tudtad megverni Lesnart? Mi az Isten csináltál? De látod, amit nem értettem, hogy Mysterio miért nem egyből a vascsővel vonult be? Nem tudom, azt én sem értettem. Hát utána elkezdődött a meccs. Főleg, hogy a promó, és... ott volt a promónál a kezében a kibaszott igen. Vascső. Hogy került az a ring alá? nem, az tényleg nem. Az kicsit hülyeség volt. Nem meg no holds barred a meccs! Hozzad a szemetet! Azért no holds barred. Meg mondjuk valamilyen szinten eszköz használatban kicsit többet vártam. Szóval gyakjuk már meg akkor egymás rendesen. Mysteriót dobáljuk bele mindenbe, ami lehet, asztalba meg mindenbe. Abszolút nem értek egyet veled. Abszolút nem értek egyet veled. Itt, ami az eszközhasználat, az Mysteriónak kellett, hogy megállhasson Lesnarral szemben. Jó, igen, csak aztán utána föl... Lesnarnak nincsen szüksége eszközökre jó. Ahhoz, hogy pusztítsa vele Mysteriót. Ez jó, teljesen... Csak... De utána fölbasszák Mysterio, vagy Lesnar agyát fölbassza Mysterio a csővel, és akkor utána kell az eszköz, hogy meggyakja, megbosszulja azt, hogy ő ellene egy követ mert használni. De teljesen irreális, mert Lesnartól egy random F5, amit bead a kis embernek, az felír azzal, mintha Mysterio keresztül vágná őt egy szöges gyújtos asztalon. Jó, de az igaz, de nem érdekel Mysterio. Szóval Mysteriót pusztítsuk el, és menjen haza. Nem, hogy bajnokot jó. Csináljunk belőle. Jó, de ez a te véleményed szerintem meg nem így kellett volna, nem ezt kellett volna kihozni a mérkőzésbe, amit te mondasz. Jó, alapból nem kellene Lesnar bajnokként, szóval az alapvető koncepcióval vannak problémák. Ugye, továbbra is. De ha már akkor, ha már bevállaljuk azt, hogy No Holds Barred, akkor csináljunk No Holds Barred, és ne csak a címkét, mert akkor csináljuk bazeg No DQ-á, és akkor kész. A No Holds Barred egy szinten fője van, mint a No DQ ugye a nomenklatúrába, akkor csináljuk úgy. Na mindegy. Rövid ennyit, volt. Ennyi. Az volt a legjobb benne. Az, hogy 7 perc volt, az volt a legjobb benne. Azért akartam mondani, mert ebben talán egyet érthetünk ebben az egyben. Igen, abban, hogy 7 perc volt. Az a... Az volt a legjobb, igen. Mysteriót én nem akarom 2019-ben látni, srácok. Lehet, hogy nem tetszik a véleményem sokaknak, de én nem akarom Mysteriót látni. Mysterió kapjon egy gyűrűt és menjen haza. Nekem semmi problémám nincs vele. Edze a fiacskáját, meg küldje el a fiacskáját a PC-be. Aztán jöjjön be a fiacskája mellé menedzsernek, és akkor teljesen jók vagyunk. Jó, nekem semmi problémám nincs vele, hogy itt van. Csak várja, akkor ő most már Rey Mysterio Junior lesz? Nem, mert ő Dominik Mysterio. Az tény, de attól még amikor fölveszi a maszkot, akkor majd mi lesz? De miért venné fel a maszkot, amikor már láttuk az arcát? Hát de attól még mexikói. Úgy mexikói, mint Mysterio, aki amerikai. Persze. San Diego-i, mind a kettő. Ugye, de hát az más kérdés. Szerintem nem kell neki maszk. A kommentárban azon jót rögtem, amikor behívták, hogy Valeszkez Mysteriónak a keresztapja, mi az a kis Mysteriónak a keresztapja. Azt szerintem mennyire igaz? Gondolom nem. Valószínűleg igen. De valamit ki kellett találni. Persze. Jó. Nem mondod, hogy az NXT meccsben, vagy a Tag Team meccsben volt Brizango is, és én nem néztem meg. Oh. Fashion Police-t akarok. Hiányzik a Fashion Police. Na mindegy. Segway-ről kapcsoljunk vissza ugye a main eventre. Ja, de minek? Igen. Ugye Baszler versus Lynch versus Bayley. Ennek a mérkőzésnek nem volt semmi értelme és célja. Srácok, én nagyon szeretem a női birkót, szeretem mind a három résztvevőt, Beckyt imádom, Shayna-t imádom, Bayley is kezd kicsit megint fölfele jönni a heel turnje után, de basszus, hogy ennek a mérkőzésnek nem volt semmi értelme, és úgy volt main event, hogy gyakorlatilag tétje se volt. Hát basszus már, hogyha még ezt az unalmas szar brand warfare-t, aminek szintén nincs semmilyen következménye, tétnek fogadjuk el, akkor is úgy mentünk rá erre a mérkőzésre, hogy a SmackDown-nak még volt esélye egyenlíteni. Ja. Egyenlíteni. Minden más eredménnyel az NXT tisztán megnyeri az egészet.
Igen. Tehát teljesen mindegy, hogy az egyetlen szem babyface Becky megnyeri a meccset, mert nincsen tétje az ő számára. És a közönség pontosan így reagált rá. Oké, a csajok dolgoztak a ringben, meg próbáltak kihozni belőle valamit, de ez a mérkőzés annyira jelentéktelen volt, hogy semmit nem lehetett hozzákötni, semmilyen módon nem lehetett beleélni, nem lehetett olyan, hogy beleéled magad. És akkor még menet közben gondolkodtam azon, hogy talán azért adták be a main eventbe, hogy majd a végén Ronda Rousey megjön és segít a kis haverinájának, Shayna Baszlernek, de nem! És akkor még előkészítjük a izét. Becky Rondát jövőre. Igen, igen. Meg mondjuk a Four Horsewoman-t versus Four Horsewoman-t, mert hogy az is money. De nem történt semmi. Nem, Becky-t keresztül rávágták az asztalra, aztán Shayna megnyerte a meccset. Ja. Ennyi volt. Igen. És aztán utána Becky még a meccs után, amikor Shayna ünnepelt, visszavágott. Amint a közönség rettentően jól fogadott. Ugye? Teljesen indokolatlan volt ez a mérkőzés, és utána kijöttek olyan pletykák, mint szerint Vince utálta. Hát jó van, csak akkor mit gondoltatok előzetesen, hogy milyen lesz? Hát miért ezt búkoltad? Miért ez volt a main event? Tehát igen. Mi volt benne az a plusz, amitől ennek a main eventnek kellett lennie? Jó, mondjuk, ha ránézel a listára, akkor nem tudsz main eventet választani. Szóval a sok emberes meccs nem volt az az epikus valami, aminek most main eventben kellett volna szerepelnie. A Finn Bryan szintén nem volt az. A másik, a női sok emberes meccs szintén nem volt az. A Lesnar Mysterio meg ugye 7 percével nem lehetett volna main event, mert akkor már megint outrage lett volna az egész közönségből, hogy... Én minden együtt beraktam volna inkább az Elimination mérkőzést main eventnek, egyszerűen azért, mert ott legalább a katyvasz megvolt, hogy sok top arc benne van, Roman, Rollins, a többi main eventer közül is többen benne vannak, és ha már a sztori az nem adja magát, akkor legalább elmennek azzal, hogy clusterfuckot birkóznak, és 5000 dolog történik percenként. Nem azt, hogy odarakok 3 szerencsétlen karaktert, akinek gyakorlatilag nincsen sztoria egymással, a mérkőzésüknek nincs tétje, és azt mondom nekik, hogy akkor birkózzanak 20 percet. Próbálom látni egyébként a rendszert, a kárdot, mert ugye itt van előttem a kárd a másik monitoron, és egyszerűen srácok nem látom benne. Szóval értem én, hogy most valamilyen szinten hullámvasutat akartunk bukolni, 2 csúcsponttal, ugye a férfi meccsel, meg a női triple threat-tel, de semmit nem látok benne, hogy ez miért működött volna jól. Ennek a main eventnek, ennek a női main eventnek akkor lett volna létjogosultsága, hogyha Ronda visszatér a végén. Akkor teljesen megértem volna, hogy ezt miért bukolták a végére. Viszont azzal a koncepcióval, amit végül is megvalósítottak, én azt mondom, hogy egy olyan pozícióba hozták Shaynát, Beckyt és Baileyt, amiben csak elbukni lehetett. Hát igen, csak ugye Rondának éppen lifegnek az ujjai még mindig. Nyilván ugye mióta a kis tévésorozat forgatásán majdnem sikerült levágni az ujjának a végét egy ajtóval. Igen. Azóta valószínűleg még nem gyógyult meg belőle, csak akkor meg még egyszer mondom, hogy ha ez nem volt opció, akkor eleve egy olyan nagyon rossz pozícióba hoztuk a női birkózóinkat vele. Jó, csak mondjuk egy Piper Spitre nem lett volna elég? Szóval értem én, hogy le van szakadva félig az ujjad, de egy Piper Spitre csak be tudsz már adni vele. Ami egy Pump Handle Slam. Vagy egy székütés, kész. Ja. Bíró háta mögött. Igen. Triple threat match, nem is kell a bíró háta mögött, nincs díku. Ja tényleg, akkor meg pláne, tehát abban az esetben lett volna tényleg ennek létjogosultsága, így ebben a formában, hát Vince panaszkodhat a csajok teljesítményére, de maguknak köszönhetik, hogy ez a mérkőzés úgy futott ki, ahogy végül is. De nem is a csajokkal volt itt a probléma. Hát ők dolgoztak. Ledolgozták a seggüket megint. Az más, hogy a közönség szart bele, mert már nem volt tétje. Meg az más kérdés, hogy a közönség, ugye gyönyörűen megosztottuk a közönséget Baszlerrel meg Lynch-el, mert Baileyre szar mindenki kb. Szóval, Nem volt jó, nem. Sajnos. Nem volt, de sajnos nem volt jó, és sajnos ez az egész adásra megint elmondható, hogy szintén nem volt jó, ugye, ahogy volt. És nem is értem, hogy nektek miért tetszett ennyire, legalábbis a csoportban ezt írjátok sokan, hogy nektek nagyon tetszett. Meg írjátok le nekünk itt is, hogy mit gondoltatok az egészről, meg kíváncsi vagyunk, hogy ti mit gondoltok. Gyenge hármas tudok. Igen, ez egy nagyon gyenge hármas volt, mert megint ugye a clusterfuckokat leszámítva az in-ringen megint nem volt probléma, viszont sztori megint kevés volt.
És a Book is most éppen egy kicsit a Clusterfuck oldalra esett át, nem pedig a jól felépített kárra. De még mindig jobb volt, mint a Cella. Hát az nem volt nehéz. Ja. A Cella az elmúlt 5 év legrosszabb PPV-je volt. De lehet, hogy inkább az elmúlt 8 év legrosszabb PPV-je és a Capital Punishment-ig el kb. Igen, ez is könnyen valami lehetséges. Na, ez a Survivor se volt sokkal jobb, de azért valamennyivel jobb volt. Remélem, hogy az év utolsó PPV-re, a TLC-re már összeszedik magukat annyira, hogy nem az osztályzatoknak az alsó rétegeiből kell majd válogatni hozzá. Igen. Jó, és akkor maradt még egy szegmensünk az adás végére, ahol belebukunk Undertaker fejébe. Bong! You wanna know who's next, eh? Oh no! You're next! És az adás végére hagytuk a cseresznyét a tortán, a habot a kávén, vagy bármit, ami ilyen metafora, mert gyakorlatilag mind a ketten legjobban az egész héten mit vártunk, a Steve Austin Broken School Session első részét Undertakerrel. Nem érdekel a War Games, nem érdekel a Survivor Series, adtok nekem egy shoot interjút Undertakerrel egy WWE-s felületen. Shut up and take my money. Az összeset, amin van, mindent. És mielőtt belemegyünk ebbe az adásba, most mondom, hogy aki kellően jól beszél hozzá angolul, az most tegye el a keze ügyéből azt, amit éppen csinál, menjen és nézze meg ezt az adást, mert higgyétek el, abszolút megéri. Igen. Másfél óra, ahogy Taker karakteren kívül beszél Stone Cold Steve Austinnal, gyakorlatilag beszélgetnek egymással, mint birkózó a birkózóval, és ez szórakoztatóbb, mint bármi, ami in-ring szempontból, vagy bármilyen sztorimesélési szempontból történik a héten a WWE adásaiban, vagy bármelyik wrestling szervezet adásaiban, ha már itt tartunk. Szóval most stop, mindenki állítsa le a videót, és menjen el megnézni. Aztán másfél óra múlva gyertek vissza, és hallgassátok meg, hogy mit gondolunk róla. Rövid volt! Igen, az volt az első, konkrétan úgy nézett ki a tegnapi napunk, hogy én megnéztem délután a Survivor Series-t, és utána kb. Egy fél órát pihentem, és utána megnéztem Takeréket. És ugye amikor a doktor közölte, hogy megnézte a Survivor-t, akkor fölhívtam Skype-on, úgy, ahogy most beszélünk, hogy beszélgessünk egy kicsit a Survivor-ről, és akkor a doktor még nem látta a Taker-es tucat, így elkezdtem böködni, hogy menjél is nézd meg most. Most azonnal. Mert zseniális. És kurva jó. És a doktor meg hitt nekem, és ezért elment megnézni. Nagyon nem kellett, hogy higgyek neked, ja, mert én is baromira vártam ezt az interjút, amióta csak bejelentették, hogy lesz Austin Taker face-to-face shootban, teljesen olyan, hogy shut up and take my money, folyakus és vegyétek el a pénzem, ahogy te is mondtad, és ilyenkor rájöttem, hogy amikor ilyenek vannak, akkor kezdem megérteni azokat a hallgatókat, akik mindig hosszabb podcasteket követelnek tőlünk is, annak ellenére, hogy általában marketing szempontból az a jó, hogyha rövidebb a podcast, de itt Takert meg Austint én is elbírtam volna nézni kétszer-háromszor ennyi ideig, ahogy semmi más nem csinálnak, csak ülnek és beszélgetnek a bizniszről. Sztorizgatnak gyakorlatilag, mert a nagy része a sztori volt. Mesélik a sztorikat egymásnak, persze, hát tökéletes. Ugye, srácok, én is, amikor HCV-re jártam, a legjobban a HCV-s eseményeknek ezt a részét szerettem, amikor leültünk a srácokkal beszélgetni a birkóról. Főleg, amikor mondjuk nem egy stresszes környezetben tettük ezt, mondjuk a Play-en. Ugye, valaki szerezze meg nekem Macitól azt a legendás képet, amikor ülünk a Play-t öltözőjében, körben a birkózókkal. Azt valaki szerezze meg nekem. Az kell az a kép, azt ki fogom rakni az a polcra. És akkor tégrég elkezdtek beszélgetni. És akkor elkezdődött a varázslat kb. Jöttek a rendkívül jó történetek, amelyeknek egy részét már hallottuk, yeah. Egy része teljesen új volt, tehát azokat a sztorikat már nagyon régóta ismertük, mint például, hogy Taker attól rettegett, hogy ő lesz a tojásember. Hogy lefogják borotválni a szemöldökön meg a hajam, és én leszek a tojásember. Amikor behozták a WWE-be, mert ugye akkoriban volt a WWE műsoraiban, az a tojásember, aztán kikelt a Gobledy Gukker a Survivor Series-em. Azaz Hector Guerrero. Azaz Hector Guerrero, igen, Eddie Guerrero-nak az egyik bátyja. De például, és azt is hallottuk már, mint sztorit, hogy az első edzője, Buzz Sawyer, ugye meglépett a pénzükkel, de most először hallottuk a teljes történetet, hogy hogyan is nézett ki ez a tréning annak idején. Igen, ugye, hogy Takerék a házukhoz mentek, ugye Buzz Sawyer házához mentek, és egy, vagy 18-an megjelentek egyszerre, és ugye Buzz Sawyer meg elfelejtette, hogy megígérte nekik az edzést. Igen, és kijött anyaszult mesztelenül ajtót nyitni.
És ott állt tékerék előtt, lógó hímvesszővel, és áttébe benyomta nekik ugye a szokásos limfis hentséket, a birkózó kézfogást, amikor ilyen lötyetten fogják meg egymás kezét. Jaj. És Téker, aki jött ugye a sportok világából, mert ő kosárlabdázott alapvetően, így sokkolódott, hogy uramisten, mi ez? Fú, annak mennyire örülök, hogy az a lötyetkészfogás kikopott a bizniszből. Az igen, azt rohadtul utáltam mindig is, én is. Amikor valaki úgy fog kezdet, az borzalmas. Ja, és ugye akkor Sawyernek az edzései abból álltak, hogy ide-oda tekergette a tanítványait, mert ő ilyen shooter volt, aki nagyon jól vágta ezeket a stretch fogásokat, ringje nem volt, mozdulatokat nem tanított nekik, hanem lenyomta őket a földre, és stretchelte őket. Aztán az egyik edzésen Undertaker sikeresen megfordította őt pár másodperce, és akkor Taker lefagyott. Ajaj, baj van. És a csoporttagok ugye fokozatosan kikoptak emiatt a kínzás miatt, amit Sawyer eszközölt rajtuk, maradtak kb. Négyen, egyszer mentek edzésre, és a lakás teljesen üres volt. Sawyer fogta magát, elköltözött egy másik teritoriumba, ott hagyott minden, elvitte magával a cuccait, és ott hagyta a tanítványait, a pénzükkel meg lelépett. És ott hagyta a két darab Rottweilert. Akit Taker befogadott. És ott hagyta a két kutyáját, igen. Taker lenyúlt a Sawyer két Rottweilerét, basszus. És akkor Austin megkérdezi tőle, meddig voltak meg a kutyák? Hú, hát egész sokáig. Igen, Taker egyébként nagy kutyabolond, igen, mint tudjuk, igen, róla. Úgyhogy ez egy marra jó sztori volt. Ugye, mint tudjuk, aztán tojásember nem lett bőle, de ami egy megint egy kiváló sztori volt, az ugye Taker a WCW-ban birkózott, mint a Skyscrapers csapat egyik tagja, de mint Mean Mark Callous. És amikor lejárt volna a szerződése, akkor Ole Andersonék közölték vele, hogy azért soha nem fognak fizetni az emberek, hogy téged lássanak birkózni. Most gondoljátok el azt, amikor tényleg az a hármas, aki akkor éppen vezeti a WCW-t, azaz Jim Hurd, aki egy pöcs. Aki egy Pizza Hut fejes volt, igen, azelőtt. Ole Anderson, aki az egyik legnagyobb legendája a biznisznek, az egyik legjobb booker, akit valaha bookernek tartanak, meg minden, amit el tudtok képzelni, ugye, meg birkózóként is. Legalábbis abban az érában. Abban az időszakban, igen. Ki volt a harmadik, nem is emlékszem. Jim Barnett. Ja, és Jim Barnett, aki meg szintén ugyanez a kategória, szóval, hogy Barnettet is ugye kb. A top 10 ilyen office embernek ott tartanak. És leültetnek 20-valány évesen, és közlik, hogy a büdös életben egy centet nem fog senki fizetni azért, hogy te birkózzál, az milyen érzés lehet? És aztán, ugye ebben az időszakban Paul Heyman volt Takernek a menedzsere a WCW-ban, és neki állt lobbizni az akkor 25 éves Heyman Vince-nek, hogy igazoljátok le ezt a faszit. Az istenit! Heyman 25 éves kávé... Hány évvel... Majdnem egy idősek Takerrel, nem? Hát szerintem pont egy idősek. Pont egy idősek. Szóval gondoljátok el, hogy Heyman elkezdte a Heyman Hustle-t nyomni, ahogy szokta, fölhívta a WWE irodáját, és az ott lévő embereknek, meg Vince-nek elkezdte eladni Takert. Szóval így kiderül 30 év után, hogy bizonyos szinten Taker is Paul Heyman guy. Ja. Fuck that. Elképesztő, hogy milyen belterjes szar ez az egész. Még mindig, igen. És akkor ugye Austin meg így kb. Rámutat az asztalra, hogy Paul, látott benned valamit, mi? Igen, azt valószínűleg ő is elég jól ismeri. Igen, Heymannek a legendás szemét a tehetséghez. Igen. Az mindig megvolt. És hát ugye először a WWE is közölte vele, hogy creative has nothing for you, vagyis hát éppen nincs ötletünk a számodra. Jó, de az abban az időszakban elég gyakran előfordult, szóval... És akkor kezdette Taker rettegni a tojásembertől, amit teljesen bebeszélt magának. Annyira bebeszélte magának, hogy fél fölvenni a telefont. Igen, hogy közölte, ó, bazzeg, ezek föl fognak hívni, és én leszek a tojásember, kopasz leszek meg innen, és gimmickként fogok ugrálni a tojásból. Ne, és veszi a telefont, Vince beleszól a Vince hangon, hogy this is the Undertaker. Taker így néz, hogy most valaki szivat. Mi ez van? Vince? Vagy ez nem Vince? Vagy ki ez? Akkor Undertaker. Fingom sincs, hogy mi az az Undertaker, de jobb lehet, mint a tojás ember. Yes, I am the Undertaker.
Baromira jó volt az a sztori. Ezt is mesélte már korábban, hogy Vince ugye így hívta föl, de most először így részletesebben is hallottuk az érzéseit meg a gondolatait erről az időszakról. És kárán ezt követően a korai éveiről az volt a legérdekesebb számomra, amikor Taker elkezdett a biznisszel kapcsolatos filozófiájáról és a karakter kialakításáról beszélni. Ugye Takerről ma már nagyon jól tudjuk, hogy ő egy kiváló atléta, és ugye akkor is kiváló atléta volt, aki 300 font testsúllyal meg tudta volna csinálni ugyanazt, mint amit a nála 100 fonttal könnyebb emberek. Lásd, annyira agilis volt. Shawn Michaels, ugye. És arról beszélt, hogy folyamatosan szenvedett az egójával, mert ő is erős in-ringet, meg jó meccseket akart birkózni, de tudta és megértették vele, hogy mindenek előtt karaktert kell birkóznia, és ezért eleinte tudatosan és később már ösztönösen ugye masszívan lelassította az egész tempóját a ringben, és ezzel megteremtette a korai Undertaker jellemzőit, és overrated-tette a karaktert, ahelyett, hogy jó meccseket birkózott volna. Ez, amit így elmondott pár mondatban tényleg Taker, hogy hogy építették fel az Undertaker cuccot, ugye a 80-as évek slasher horrorjainak alakjairól, ugye Michael Myersről, meg ugye ezekről, imádtam. Szóval, hogy igen, jön, és akkor egyszer csak csettintesz egyet, és akkor már ott is van. Mert ugye kirobbant Takernek az atlétikussága. És tényleg, és amikor megnézed a korai Undertaker meccseket abban az időszakban, 90-ből, meg 91-ből, akkor pont ezt látod tényleg. És zseniálisan jó, ahogy Taker mesél az egészről, és azt bírtam, amikor Austin bottal bökötte, hogy mégis kihez mentél tanácsért? És akkor mondta a Taker, hogy egyetlen ember volt, Vince-et leszámítva. És akkor közölte Jake. Én meg bazdmeg így fejrem csaptam, és hát persze. Hát kihez, Jake the Snake Roberts. Hát kihez máshoz? Ugye? A ring pszichológiának az atyamestere, yeah. Az egyik legjobb koponya a bizniszben, Jake the Snake Roberts. És ő volt az. És ugye Jake mesélte el neki ugye azt a sztorit, hogy amikor megérkezett a WWF-ben, akkor ugye jó meccseket akart birkózni mindenkivel. Ugye Vince meg behívatta az irodába, hogy mi a fasz csinálsz? Hát nem ezért igazoltalak le? Mert ugye, mert Jake között, hát jó meccseket birkózok mindenkivel. És mondom, Jake, nem ezért igazoltunk le. Azért igazoltunk le, hogy kibaszott over legyél. Igen, azért, hogy overré váljál, és itt van egy kicsit az a fajta dolog, amit a modern birkóban összekeverünk, hogy nem azzal válsz feltétlenül overré, hogy jó meccseket birkózol. Igen. Manapság mindenki jó meccset akar birkózni, és a karaktert nem teszi overré valójában. És ugye Takernek rendre előkerül ez a filozófiája, amit megtanult a saját kárán a bizniszben, hogy a kevesebb, az több. Igen. Ez abszolút igaz egyébként, szóval tényleg, amikor valaki letisztítja a birkó stílusát, meg az egész movesetjét, és kidobál belőle minden szart, meg minden fölösleges dolgot, akkor valahogy hirtelen elkezd működni az egész. És beszéltek arról, hogy ugye Bret Hart és ő teljesen más okokból voltak abszolút overek a közönségnél. Igen, igen. Bret Hart azért, mert igen jól birkózott, és neki ez bejött. Taker meg azért, mert ilyet még a büdös életben nem látott senki. Ja. Hogy mi ez? És ebből kialakult egy mély kötődés hozzá. Igen, igen. Aztán később ugye persze elmondta, hogy igyekezett változtatni a karakterén bizonyos dolgokat, és amikor jutottak az attitűd érában, akkor azért akart mindenáron American Badass lenni, mert úgy érezte, hogy abban a környezetben őt korlátozza. Igen, az Undertaker karaktere. Igen. A másik, ami jó volt, amit Taker idézett ebből az időszakból, hogy amikor egyszer fan megkérdezte tőle, hogy te tényleg halott vagy? Akkor Taker elkezdett gondolkodni, hogy ez a faszi most tényleg megkérdezte tőlem azt, hogy halott vagyok? Valami akkor tényleg működik. Igen, és ugye Taker elmondta, hogy annak idején élte a gimmiket, ja. Tehát jó, utcai ruhákban járt, de az összes utcai ruhája fekete volt. Meg nem beszélt sokat nyilvánosan. Abszolút tartotta magát ahhoz, ami Undertaker volt, és ő nála nem korlátozódott ez az időszak a közönség előtt a ringben töltött időre, hanem gyakorlatilag élte a gimmiket. Éveken keresztül. Mondta, hogy 5-6 éven keresztül totálisan ez ment. Hát nem csinálom, hogy a feleségei megunták. Ez már egy ilyen régi sztori, hogy amikor a Taker összejött a második feleségével, Sarával, és először járt a lakásán, így kinyitott a Takernek a szekrét, és dobott egy hátast, mert az összes létező ruhadarabja fekete volt. Nem volt semmi más a szekrényben.
Akkor ugye Austin megkérdezte tőle, hogy milyen érzés volt mégis az American Badass a debütálás, ugye a legendás debütálás, amikor megjön az American Badass. Mondta, hogy ugye hát tényleg elmondta, hogy 9 hónapja nem birkóztam és nem csináltam semmit. Hoztam egy új gimmicket teljesen tőlem idegen, be voltam szarva, mint a szemét. Ez most hogyan fog működni? Igen. Igen. De aztán ugye már tudjuk, hogy ez a 2000-es Judgment Day-en egy gigapopra történt ez az átalakulás Taker részéről. És így mondta azt, hogy amikor 2004-ben visszatért a sírásó gimmickhez, akkor abban már így hibridként megtartott az American Badass elemeit is, és utána ez a birkózó stílusára kihatással volt, mert amit birkózhatott atlétikus szempontból American Badassként, azt utána beleépítette a sírásónak a meccseibe is. És ez vezetett el ugye ahhoz az Undertaker, az akit megismertünk, a karrierjének a vége második felében gyakorlatilag, aki folyamatosan tolta a WrestleMania-kon az 5 csillagos meccseket. A kedvencem az volt, amikor megmutatták a Judgment Day klippet, és Austinből úgy kijött a Mark, hogy az valami hihetetlen. Abszolút. Hogy kiváló boot! Ó, hogy kitartottad, nagyon jó! Austin elképesztő, hogy szereti ezt a bizniszt még mindig. Beszéljünk kicsit a másik oldalról is, hogy Austin kb. Mint a gyerek a cukorkaboltban úgy érezte magát. Hát ugye elmondta azt, hogy Takerrel nagyon sok ideje ismerik egymást, de annyira nem mentek bele soha a személyes mélységekbe, mert Taker ugye a saját haverjaival volt mindig, Austin meg egy tipikus magányos farkas, aki senkivel nem haverkodott annyira össze. És most, hogy itt voltak veteránként, kivéhet birkózóként, és leülhettek beszélgetni és megismerni egymást, ez látszott Austinon, hogy baromira élvezi. Igen. És tényleg... És hát Sztorik. Ja, és akkor eljutottunk az adás második felébe, hogy amikor elkezdtünk sztorizni, vagy még hát még nem teljesen, ugye majdnem végigmentünk ugye Taker karrierjén, ugye Austin megkérdezte tőle, hogy hát mi volt a streak vége? Ugye, hogy hát ez hogy alakult meg mi? És akkor Taker közölte, hogy az utolsó emlékem, amire emlékszem, az 15 óra 30-kor van, amikor beszélgetünk Michelle-el a backstage-be. Tehát ugyan, utána a WrestleMania 30 napjáról Taker semmire nem emlékszik, olyan agyrázkódást kapott a Brock Lesnar elleni meccsen, és mesélte konkrétan, hogy megnézte a meccset így utólag, és nem tudja meg, és 20-szor, és nem tudja megmondani, hogy hol történt a baj. De hogy látja a saját mozgásán, hogy teljesen ki van ütve, hogy nem úgy gondolkodik, mint általában, és valahogy végigcsinálta a robotpilótán az egészet, és utána a következő emléke az, hogy másnap reggel, ilyen hajnali 4-5 körül az orvosok járnak be hozzá a kórházban, és kérdezgetik, hogy mi a neve, és tudja, hogy hol van, és neki halvány fogalma nincs semmiről. Az egyetlen dolog, amire emlékszik, az a feleségének a keresztneve. Ja, igen. Aki mellette ül, és amikor kimegy az orvosok, hogy Taker oda bök Michelhez, hogy te! Michel, mondd már meg, hogy hol vagyunk! Akkor Michel meg visszanéz, nem fogom hagyni, hogy csaljál ezen most! Igen, mert Taker nem emlékezett a saját nevére, annyira kiütötték ezen a mérkőzésen. És ennek a kapcsán előkerült nagyon sokszor az, hogy Taker mikor gondolta a pályafutása befejezését, és előkerült nála az, hogy már a második Triple H-es meccs a WrestleMania-s Hell in a Cell után, ami az End of an Era meccs volt, amikor ott álltak a bejáratnál Shawnnal és Hunterrel, és úgy néztek vissza a stadionra, ami Taker állítása szerint egy improvizált pillanat volt, és nem beszélték meg előre. Akkor is úgy volt vele, hogy jövőre már nem fog visszajönni. Aztán ugye jön mindig Vince a Jedi trükkjeivel, és kér egy szívességet, vagy bedob egy ajánlatot, vagy felvezet neki egy sztorit. Vagy a kettő együtt, vagy a három együtt, ugye? És aztán jöttek az olyan dolgok, mint a streaknek a vége, ahol szintén le lehetett volna zárni a karrierjét, de Taker ugye ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ő képtelen lett volna úgy befejezni a karrierét, hogy nem emlékszik semmire az utolsó meccséből. Hogy nem hajlandó úgy befejezni, hogy az legyen az utolsó meccse. Igen, a Takernek visszatérő elem volt az egészben, hogy rengeteget küzdött a saját önérzetével, meg a saját egójával az egész karrierje során, pont ilyen tények miatt. És ugye a végén, meg ugye most az elmúlt pár évben, meg aztán abszolút, mert ugye elmesélt, hogy most már tényleg úgy kell fölkészülni egy mérkőzésre, mint egy igazi boxolónak, vagy egy igazi harcosnak, hogy tényleg hónapokig tart a felkészülés azért az egy pillanatért. Azért, hogy pont akkorra tudja csúcsformába hozni magát. Miközben egyébként mindene fáj, mert ez ugye előkerült, hogy mindene fájt, és kérdezte is tőle Austin, hogy amikor ennek ellenére összeraktatok egy ilyen klasszikus lényt Michaels-el vagy Hunterrel, akkor meddig tartotta az ebből adódó háj, ugye a
Az eufória. Az eufória, amit kapott be. És Staker mondta, hogy egy órán keresztül, mert utána elkezdett megint fájni mindenem, és realizáltam, hogy a következő időszakban, egy hónapban ez lesz az életem. Hogy megint fáj minden. Hogy mindenem fáj. Igen. Igen. És akkor megkérdezte Austin, hogy akkor ugye elővették ugye a romenes mesek a végét is, és akkor Austin mondta, hogy én biztos voltam benne, hogy itt hagyod abba. És akkor Taker is között, hogy én is. Én is, aztán megint rábeszéltek, hogy jöjjek vissza. Ja. És aztán ugye előjönnek az olyan dolgok, hogy volt a Goldberg elleni meccs Szaúd-Arábiára, ami nagyon rosszul sült el, és akkor, amit mondtunk pár rögtön utána, amikor visszajött az Extreme Rules, hogy Taker ki akarta köszörülni a csorbát, hát kiderült, hogy pontosan ez történt. Igen. Nem lehet ez az utolsó emlékük rólam, hogy egy ilyen szart hagyok a ringben. Igen. És akkor ugye Austin megkérdezte, hogy Taker, akkor most visszavonultál, vagy nem? Taker között, hogy hát van még bennem pár meccs. Kevesebb, mint ami eddig volt. De van még bennem. Valószínűleg még fogja csinálni az öreg. Ja, Istenem, hát kiváló beszélgetés volt, és tényleg háromszor ennyit lehetett volna beszélgetni, és amikor átértek a sztorizgatásra, amit egy kicsit fűtött a Jack Daniels. Igen. Mert ugye Austin a beszélgetés közepén csinált egy ilyet, hogy hoztam neked valamit, ugye? Hoztam neked valamit! Elővette a Jack Daniels üveget az asztal alól, amire Taker nem számított. Igen, Austin megkérdezte tőle, hogy iszol te még egyébként mostanában? Ó, Taker között, hát, kevesebbet, mint szoktam, de amikor nagyon iszunk, akkor iszunk. Akkor nincs mese, ugye? Megittak azért ötfelest a cuccalat, meg még nem tudjuk mennyit kivágtak, mert ugye állítólag 4 órát beszélgetett Austin a kamerák előtt Takerrel, amiből megkaptunk 1,5 órát. És rátért ugye Austin arra, hogy ugye az volt ugye az öltözői verseny, hogy ki a franc ugye megnevetett Takert a kamerák előtt. Akkor elővettek mindent, tényleg, szóval amikor JBL promózik Takerre, hogy el kéne menned vakációzni, akkor ugye a legendás Spinner Unis cuccot, amit én is beosztottam nektek múltkor, ahogy hívják be a csoportba, meg még egy csomó mindent. Ugye Austin, ami elmesélte, hogy birkózott Takerrel a havuson, és belerajzolt egy szemet a tenyerébe, hogy rajta tartom a szemem. Meg ugye egyék is próbálkoztak ebben, legendásam, tényleg, szóval ez egy ilyen visszatérő öltözői cucc volt. Igen, meg hát ugye elmesélték a már többször ismert történeteket, amikor ugye Austin tértvédője majdnem leszelte Taker fülét, és az ezt követő repülőúton Taker hol elájult, hol magához tért, és amikor egyszer magához tért, akkor éppen Kurt Angle és Vince birkóztak a lábai előtt. Most azt a sztorit úgy hallani, hogy Taker meséli el, hát az valami zseniálisan király. És Taker odament, és kifojtotta hátulról az olimpiai bajnokot. És akkor, ugye, és akkor mondja, és akkor megfordult a fejembe, hogy épp most folytottam ki egy olimpiai bajnokot. Aztán visszaült helyére, és megint elhágyult. Igen. Főleg ugye, és amikor előadta ugye Angle-nek ugye a elfulló hangját, hát ott sírtam a röhögéstől. Taker, megfojtasz! Csak játszottunk! A legendás plane ride from hell, ugye? Meg azok a történetek, amikor birkóztak mindenféle house show-kon, Kuwaitban, a 40 000-es foci stadionban 800 néző előtt, és ugye a birkózók elkezdtek ökörködni. Ja, és világ csinál... leghosszabb headlock vonatja. Igen, hogy voltak valami Battle Royale-ban, vagy Lumberjack meccsben, vagy valamilyen sok emberes tagben, és így szépen valaki befogott egy headlockot, következő ember bement a ringbe, ő ráfogott egy headlockot, aztán szépen már ott álltak, vagy 10 vagy mennyien a ringben, és mindenki egy headlockba tartotta a mellette lévőt, és aztán behívták Aldo Montoyát, azaz Justin Credible-t, hogy csatlakozzon ő is a headlock trainhez, és jó röhögve elmesélték, hogy oda mehetett volna a sor végére, és ő irányíthatta volna az egész headlock vonatot, de nem, mit csinált ez a született jobber? Oda ment a másik végébe, és a nyaka köré fonta az eredetileg headlockban szenvedő pankrátornak a karját. Aj, zseniális. És aztán ugye ugyanott történt a tömeges test of strength, azaz erőpróba is. Hát az ugye, hogy
Az eredeti Test of Strength az úgy nézett ki, hogy Austin és mi az Taker állt szemmel egymással, és akkor folyamatosan csatlakozott hozzá mindenki, és oda akkor Hunter Taker végül lerakta a kezét ugye a irányító pozícióba, és egyedül Austin szellingelte a túloldal. Aki a másik végére állt az egésznek. És akkor Austin összeesett, akkor a többiek is realizálták, hoppá, szellingelni kéne. És lement mindenki. Tehát ez, hogy amikor itt van egy ilyen eldobható háúsó, és elkezdenek a birkózók ökörködni, ez annyira tipikus, gyerekek. Az a legjobb dolog a világon, srácok. Szóval az, ez ugye még magyar szinten is megvan, ugye, amikor a Battle Royale-ban ugye WWE finishereket osztogatnak a HCV birkózók a play item. Mert miért ne, ugye? Vagy akkor ugye, már érezzük jól magunkat. Igen, akkor érezzük már mi is jól magunkat, ugye? Vagy ugye a többi történet, amikor Taker felprovokálták, és az asztal alá itta az egész bárt, aztán nószellelte mindenkinek. Ez egy európai turnén történt, amikor ugye egymást követő két hétig minden nap birkóztak, és persze birkózás után elmentek bulizni. Ja. Mert mit csinálna a birkózó, ha nem azt, hogy elmegy bulizni? És már így jócskán benne voltak a turnéban, amikor Taker egyik nap kitalálta azt, hogy hát muszáj lenne, hogy friss legyek az utolsó mérkőzéseimre, úgyhogy ma este korán elmegyek aludni, csak beköszönök a többieknek a bárba előtte, és aztán megyek a szobámba. Tehát ugye ott találkoztak a legendásnak nem nevezhető, de azért elég jó nevű Cypress Hill zenekarral, és így közölte az egyik csávó, hogy hallottuk Taker, hogy te jól tudsz bulizni. Akkor Taker ugye, Takernél nála volt a táska, meg minden, ő lerakta a táskát, így odafordult, aha, egész jól tudok bulizni. Csak ugye a többiek meg tudták, hogy ez az a pillanat volt, amikor ezt nem kellett volna mondanod. Mert ugye fölmentek a zenekar szobájába bulizni, ugye Taker mondja, hogy hát ezek a srácok rengeteg füvet szívtak, ugye amit tudod, az nem volt az én dolgom, de azért itt azért volt rengeteg fű is, de azért ittunk is rendesen. És aztán már így hajnalban a következő kép születik meg, Taker ül a széken, X-Pac a vállára borulva alszik, és rajta kívül mindenki más az asztalok meg a székek alatt fekszik a padlón. És akkor így megütögeti így, ugye X-Pac vált, hogy Sean, ideje mennünk! És akkor, végeztünk itt! Mi van? Mi van? Ja, jó, menjünk! Szóval Taker volt az egyetlen, aki kisétált onnan, és kicipelte magával X-Pac-ot. Ugye a legenda szerint ugye Taker vállán hozza ki X-Pac-ot, ahogy ömlik ki a fűfüst a, hogy hívjákból, és Austin mondja, hogy ez a egyik leglegendásabb bulis sztoria a wrestlingnek az egész világon. Amit mi most hallottunk először. Igen, kiváló. Kiváló, hát igen. Taker az asztal alá itta az egész brigádot. De még két történet van, amire mindenképpen szeretnék kitérni, és ez ugye abból az időszakból származik, amikor Taker a WWE-vel tárgyalt, és elment Vince házába. Az zseniális! Ugyebár előtte Paul Heymannel mentek, New Yorkba vagy hova? Elmentek bulizni, ugye a legendás klubba, ahol mindenki járt New Yorkban. China Clubba. China Clubba, ugye a 80-as évek végén. És ugye Taker vett külön ruhát, hogy legyen miben elmenni a Vince házába. Mert ugye nem igen, volt neki semmije, csak a sima atléták, a melegítő nadrágok, a 80-as évekbeli rettentő ronda színes melegítő nadrágok, meg a hasitasi. Igen. Meg a hasitasi. Ugye? Igen, meg a wife beater trick atléták ezek. Igen. És vettek ruhát, hogy legyen miben elmenni a Vincehez, de amikor beült Heyman mellé a kocsiba, a nadrág szétszakadték el seggén. De így vagy így az ülepén végig, ugye? Akkor Heyman között, hú, semmi baj, ték, meg, semmi baj, Mark, megoldjuk, van ott a klubban, biztos lesz valaki, aki megvarja neked. A klubban ezek után mozdulni se lehetett, Taker pedig ugye nem állt föl a fenekéről, hogy ne lássák, hogy mi a helyzet vele, és nyilván senkivel nem lehetett megjavítatni a nadrágot, és aztán Heymannél aludt az egész buli után. Heyman és... szülei házában. Most képzeljétek el, a 26 éves Undertaker a 26 éves Paul Heymannel basszus a szülei házában alszik.
Igen, és Heyman anyukájának a varrókészletével Taker próbálta megvarni a nadrág ülepét, úgyhogy életében nem fogott még tűtéscérnát a kezébe. Mindez hajnali 4-kor. Mindez hajnali 4-kor, valószínűleg részegen. Úgyhogy másnap mentek Vince-hez tárgyalni a villába. Az istenit! Igen, és ott, hogy amíg ott voltam Vince-nél, addig próbáltam úgy helyezkedni, hogy soha nem utassam senkinek a hátamat. És látod, emlékszel, amit mi itt mondtunk éveken keresztül, hogy ha Takertől ki fog jönni a könyv, vagy a shoot interjúr, amire várunk, ki fog derülni róla, hogy egy balfasz? Persze! Persze, hogy balfasz. És akkor utána a következő sztori onnan Vince-nek az interjúval Vince-ről, amikor megkérdezték tőle, hogy van-e valamilyen rejtett tehetsége. És Taker erre benyögte azt, hogy jól éneklek a zuhany alatt. Poénból. Igen. És akkor Vince-nek ugye ezt az ilyen típusú interjút látjuk a legendás Beyond the Mat-ben, mikor ugye a balsorsot szenvedő Drosztól megkérdezte, hogy mit tudsz csinálni? Gomnyomásra hát, hányok. Csak akkor mutasd meg nekünk, most azonnal. Ugye Vince akkor teljes extázisban jön, hogy itt van hányás, épp hányni készül, meg minden, amit csináltok. Na most képzeljétek el, hogy Vince ugyanezt eljátszott a Takerrel. És Taker abban a pillanatban, hogy kimondta, rögtön pánikba esett, hogy úristen, baszdmeg. Mit mondtam? Most én leszek a zuhanysrác? Vagy valami ilyesmi? Tickernek komoly paranoiái voltak annak idején azt, illetően, hogy mi lesz a gimmicki a WWE-ben, tehát még a tojásember előtt a zuhanysráctól rettegett, hogy énekelnie kell majd az adásokban. Jaj, marra jó. A másik ilyen jó sztori tényleg, amit már idézett, ugye Spinnerún is tudsz, amit most láttunk egy teljesen új vágásban, mert ugye egy csomó olyan jelenetet raktak bele, amit a DVD-re nem került föl, mert mint kiderült, ez 40 percig tartott. Nem 15-ig, mint ahogy a DVD-n van. És ugye, hogy kiderült, hogy egy Vince-ék, ugye Vince is beszállt a buliba, hogy nevetessük meg Takert. És az egész ugye Vince ötlete volt, és előkaptak egy olyan kameraképet, amit eddig nem láttunk, amikor Taker beszél a kamerába, hogy Vince, tudom, hogy te voltál az, és ha hátra megyek, akkor megöllek! Nem szóval akarnak nem... meglátni! És erre Vince berakadta a zenéjét, és kijött a ringbe. Igen. És hogy Austin mondta, hogy ezer rögtünk a hát backstage-be, mert 40 percig tartott az egész. Az egész öltöző sírva fetrengett a padlón. És hogy ez egy ték, és akkor megkérdezte tőle, hogy vörös volt már a fejed? Ugye, hogy you are furious? És akkor, Steve, olyan ideges voltam, azt nem tudod elképzelni. Arra vártam, hogy valaki jöjjön már ki és mentsen meg. Ezért örültem annak, amikor megláttam Huntert, mert azt hittem, hogy majd figyelni fog nekem. De nem! Zseniális, zseniális volt. És azért Taker azt is elmondta nagyon szépen, hogy Vince adta meg neki a lehetőséget a pályafutásának az elején, és emiatt ő erős lojalitást érzett. Mindig Vince felé. És az egész WCW-s háború alatt így meg se fordult a fejében, hogy... Mert ugye megkérdezte Austin, hogy ugye, hogy hát te hogy érezted magad? Mert ugye én, azért, amikor én megjöttem, akkor én is ringmester lettem, meg minden, és ez olyan szar volt, és azért jöttünk el a WCW-ből, mert mást akartunk csinálni. És akkor Taker is mondja, hogy hát igen, eléggé frusztrált, hogy ilyen gyerekcuccot csinálunk, amikor ver minket a Nitro folyamatosan. És akkor Austin megkérdezte azért a szemétkérdést, hogy megfordult a fejedből, hogy eljössz? Mert ugye tudjuk, ugye, hogy állítólag ugye Bischoffék leraktak egy nagyon-nagyon nagy szerződést Takerék elé, vagy Taker elé, ugye. És akkor Vince, vagy a Taker közölte, hogy soha büdös életben nem fordult meg a fejembe. És hogy mindvégig biztos volt benne, hogy megfordítják a háború menetét. Mert Vince egy zseni, és megoldja. Haj, baromira jó volt az interjú. Tényleg annyit néztem volna még, ahogy ez megy tovább. Remélem, lesz is második rész. Hát nem valószínű, hogy Takerrel lesz, de mondjuk azért Austin mondjuk leülthetetnék mondjuk Hunterrel, vagy Michaels-szel, vagy bárkivel, tényleg abból a korszakból, és könyörgöm, vagy bárki ilyet, akivel arról a korszakról beszélhetnek, mert akarom. Tudod, mi szivárgott ki most a WWE berkein belül? Hogy állítólag azt akarják, hogy Punk üljön le Austinnal. Nice.
Nice. Szerintem azt Austin nagyon szeretné, mert emlékszel azért, amikor Vince ült le az eredeti Stone Cold Steve Austin podcastet, akkor megkérdezte, hogy mi van Punkkal. Igen, bökötte Vince-et rendesen. Azt megnézném azért. Én is. De ezt megnézze meg mindenki, aki esetleg nem látta volna, mert tényleg kiváló, kiváló anyag. Szorító approved and szorító ajánlott. Így abszolút. És tényleg ennyi fért a mai adásunkba. Megint beszéltünk nektek 2 órát kb. Nem tudom, mert most több részletbe vettük föl, így ezért nehezebb összeegyeztetni a dolgokat. A képernyőn majd mindig megy, hogy mit kell csinálnotok, tényleg iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek, mert most már több mint 600-an vagytok, aminek nagyon örülünk. Lájkoljatok minket Facebookon, ahol viszont több mint 1000-en vagytok, annak is nagyon örülünk. Írjatok nekünk kommentet a mai adással kapcsolatban arra, hogy mit éreztek a Takeover kapcsán, mit éreztek a Survivor Series kapcsán, és mit éreztek a tékeres interjú kapcsán. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, diszlájkoljátok, ha nem tetszett, és nem tetszik a képünk, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, nem érdekel minket. Hilbárdfi in action. Hashtag Hilbárdfi, így van. Csatlakozzatok a pankráció.com-os csoportba, még nem tettétek, oda néha az én agymenésem is bekerül nagyon ritkán, mikor olyat olvasok, amit mondjuk nem értetek, vagy nem jól láttok, akkor azért beszoktam nyögni valamit, hogy ez hogy van. És azon kívül, tudjátok, hogy mit kell mindig csinálni? Bízzatok a doktorban! And the wrestling is fun! Sziasztok! Sziasztok! 1, 2,